budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt. Jani, hello, Feri. Szevasztok. Ezen hello. A kicsit esős, borongós. Hát azért nem lehet panasz, az április azért van csapadéknak. Van, szóval, azért van. Van legyen is. Hogy május van. Ja? Úgy meg. Így van. De hát május de eső aranya tér. Igen, ezt elfelejtettem mondani. Áprilisban most, na, hogy senkiben ne legyen hiányérzet, elmondta, hogy igen, az áprilisban is nagyon sok volt az eső. Illetve hát volt elég, inkább azt mondanám, nem tudom, hogy sok volt-e, vagy nincs sok, nincs sok tovább. Volt gyerekek, van. Szárazak vagyunk. Feri múltkor megemlítette, nem figyeltem, de aztán valahogy beugrott, hogy... hogy az agyad mélyére beitta magát. Valahogy beitta magát a gardató. És utána néztem a sztorinak, hát ott a nagyon szomorkás a hangulat most arra felé, hát ezt tudjuk nagyon jól, hogy turisztikai szempontból ez egy elképesztően frekventált. Kiszáradt, hogy mi történt? Felkapott, hát figyelj, ilyen 40 cm-es vízálláson körülbelül most az egyébként a 100 cm-es átlagos helyet, tehát amikor be tudsz gyalogolni a tónak a közepére, száraz lábbal azért az elég. Nagyobb a gond, mint nálunk volt tavaly. A Velencei tónak. Ez komoly, pedig ott egy csomó turisztikai dolog van tényleg. Hát az gyönyörű. Az gyönyörű, az gyönyörű. Igen, most az egész nagyon szép. És most látod a fotókat, a turisztok szépen ilyen mit én, térdig érő vízben sétálgatnak a tóba. És ez most van, ugye tavasz, pedig ilyenkor kéne csúcson lenni, mert aztán majd szépen nyáron párolok, de ha most ilyen, akkor itt, nem tudom, augusztus végére nem lesz vízük. Az ott netz, nagyon, nagyon. Igen. Úgyhogy, de mi most hál' Istennek viszonylag jól állunk. Májusi eső arany ér, írja valaki. Azt mondják, hogy a Hortományon már évtizedek óta nem volt ennyi víz, és hogy egészen durván néz ki. Vannak természetjáró ismerős, amik kicsit így odafigyelnek, hát kicsit nagyon odafigyelnek ezekre a dolgokra, és ők mondták, hogy a Hortobány most így pompázik, tehát hogy az ottani szakértők is mondják, hogy valami hihetetlen. Ha sok van neki, akkor átvesszük. Iszonyatos mennyiségű madár van kint most, rettenetesen élvezik az időt, verebeik és fantasztikus. Vannak? Képzeljétek el, hogy azt nem tudom. Képzeljétek el, hogy Tegnap néztem, hogy mondtam ezt a verebes sztorit, nálunk van. Van verép, nagyon jó. Vidéken van egyébként, vidéken van. Egy van. Lőrincnek dokumentáltam, van egy darab vereme, ez a veré pedig hozzánk jár enni, mert elfelejtettük bevenni még, de tudom, igen, ne írjátok meg, most már beveszük, mert ilyenkor már ne, igen, nem etetjük már, csak valahogy kimaradt, volt még benne egy pici, aztán oda jött ez a kicsinség, és képzeljétek el, hogy oda szállt, és akkor még ki nem ment, de hogy itt van. De most már ne vedd el tőle a kaját, mert most oda fog szállni. Oda süssetek. Ott van. De szép. Lőrinc vereme. Hát ez a durva, meglepődsz, ha be Budapesten verebe látsz. Tehát erről beszéltünk, hogy így hagytuk abba tegnap, igen, ez egy érdekes dolog. De Lőrincen Budapest, te is tudod. Lőrincen Budapest. Jó, hát tudjátok, hogy tiszteletbeli kerületre vagyunk Budapestnek, hát tudjuk nagyon jól, mi azért más vonulat vagyunk. Így. Garda beajárhatott a Gardaton, aztán. Elhordta a vizet. Elhordta. Így van, hál' Isten, nem volt semmilyen műszaki probléma, nem hibásodott meg például a Gardán tenger. Így is van. Jaj, gyerekek, olyan jó kis koncerten voltam tegnap, képzeljétek el. Na. Itt van a Simon Phillips, a Totónak, az egykori Totónak a dobosa, itt van a zenekarával, és Fülöp Simon, így van, itt van, és egészen elképzelhető, hogy egy Protokoll nevezeti zenekara van most, már hosszú évtizedek óta, hogy dobolt ugye a Totóban, meg még a Judas Priestben valamikor 77-ben, vagy 78-ban dobolt. Ja, mint egy 250 lemezen szerintem, aki hívta, ment a csávó. És jött egy szaxofonossal, egy gitárossal, egy billentyűssel, meg egy bassgitárossal, és ilyen jazz, fúzió, rock, valami egészen elképesztő. Kőbányai út, jazz fesztivál, és azon belül valamilyen, nem tudom, ilyen valamilyen gyönyörű épületben voltunk. Gyerekek! Kőbányai úton kedden este jazz fesztivál. Figyelj, nem hiszedem, nem mondom az épületnet. Figyelj, az valami egészen elképesztő. Opera Eiffel, ez a neve. Opera Eiffel. Mozdony van bent, mozdony. Olyan hang van bent, hogy megőrülsz, az egész egy ilyen koncertteremben van, gyönyörű. Eiffel műhelyház. Ez az Eiffel műhelyház. Hát ez valami tényleg egész. Van egy vonat benne. Bent van egy vonat, megőrülsz. Olyan, mint a vasúttörténeti parkban lennél, gyönyörű az egész. Tudom.
Tessék, de jó néz ki. Az a Kőbányai úton, az a vasúttörténeti park. Hát a legszebb épület a Kőbányai úton, mert ott vagyok őszintén, hogy túl sok szép épület nincs, de ez gyönyörűen felújították. Hát ez valami egészen jól néz ki. Közvetlen a villamosvonal mellett, a kerékpáris út van mellette. Villamosvonal mellett kijött Simon 8 óra 5-kor, ugye én nagyon szeretem a Totó zenekart, és sokáig dobolt a Totóban, a gyerek nálunk dobol, tehát elvittem a Benitrá. És ezt akartam kérdezni, mert úgy gyerek dobol, tehát nem tudja, most már tudja, iszonyú jól dobol, de hogy imádta, tetszett neki? Na, hát kész volt, hogy a tizedik sorba ültünk, hát ez valami egészen elképesztő. Tehát, hogy nem is kell nagyon értened a jazz meg rock, meg ilyen fúzió zenét, valami hihetetlen, minden dalnál kijött, kicsit beszélt, kicsit mondott, konferált, visszaült, és elkezdett dobolni, de hát úgy dobolt, hogy... Hát igen, hát az közelről, hát egy ikont közelről megnézni mindig menő. Ez valami egészen elképesztő azt volt. A zsigeri lazaságot. Tehát, hogy az, hogy semmi görcs, tök flott, bármit csinál, ha még improvizál, akkor is él. Felfogadod. Laza. És ugye ez jazzzenét nem érted, csak mindig azt veszed észre, hogy a végére való odaérnek. Tehát, hogy így... Egyszerre tudják befejezni. Tehát, valószínűleg ők tudják, mit csinálnak. Tehát, hogy ők tudják, hogy mi történik. Hogy hívják a zenekarát? Protokoll. Jó szarnév egyébként. Ez borzasztó hülye név, hogy protokoll. De egyébként ők zsenik. Tényleg, tehát ez. Igen, hát nagyon. A zenészek kedvencei, ahogy szokták mondani. Tehát, hogy kiket hallgatnak a zenészek, Totót. Na. Tehát, igen. Egyébként igen. Igen, elképesztő, hogy dobol. Ugye nagyon sok zenésszel dolgozott ő együtt, Aldi Meolától kezdve, Mike Oldfieldig, Jaggeren keresztül. Hát, igazából tényleg Joe Satriani, Jeff Beck, ugye a nagy gitáros, aki meghalt nemrég. Mindenképpen dobolt együtt, és hát óriási élmény volt. Szóval de jó. Tök jó. Ez a gyereknek is egyébként marha nagy inspiráció, nagyon, szerintem. Nagyon, igen, nagyon tetszett neki. Úgyhogy sikítozott a közönség, kiabált, egy csomó külföldi volt. Nagyon jó kis hangulat. De mondom, az épület olyan, mint hogy így a Kőbányai útról tudod, Orcikert, Kőbányai út, hát azért ott nem vár sok. De hát még az, amint hittem, mert Orcikert is környék, az még így csak, de ott az a Kőbányai út. Az a Kőbányai út, úgy kidai negyed, meg nem tudom, és egyszer csak megérkezel egy ilyen világszínvonalú koncertterembe, egy olyan parkolóval ellátott, olyan helyre, hogy nem is érted, hogy amit a Londonban lennél. Nem voltam még benne, de több már ugye rengeteg szerelmetem mellette, és így mindig nézem, hogy nem mondom, ez ilyen pöpec oda kis. Tették, mi? Igen, na, és ezt most építették, vagy ez egy felújítás? Nem, ez egy felújítás. Ez valami ez volt. Egy iszonyú régi épület, ez talán több mint 100 éves. Na, tök szuper. Megvédték akkor az épületet, jó funkciót adtak. Sőt, megmondom neked, 1886. Tehát, hogy... Egy szép régi patinás főépület, szerintem az volt, igen. És egyébként tele van vonattal, és vannak benne olyan kuriózumok is, mint például szerintem, ahogy így belenézek, most itt középen, ez lehet, hogy egy Orient Express-es étkezőkocsi, amit beraktak. Az valami étkezőkocsi volt. Abba kajálsz? Igen. Nem, de volt zárva, de ott volt a büfé előtte, de le volt zárva, meg egy óriási mozdony van benne, tehát ilyen erre vész be, és az egész terem ilyen elképesztően gyönyörű. Úgyhogy nagyon klassz volt. Jazz fesztivál kedden, Kőbányán. Tök jó. Ez egy nagyon sok helyszínen játszódó sztori, ugye mint 20 vagy 25 helyszínen játszódik, és mit tudom én, vannak, vagy a város különböző pontjain jönnek ilyen zenészek, tehát nem is egy helyen van. Viszont ha már megemlítettük ezt az Orient Express-es étkezőkocsit, tehát srácok, tegnap egy olyan kis öröpke, abszolút nem várt élményem volt, hogy Zsüllel rögtön megosztottam el, hogy tudom róla, hogy nagyon érdekli ez a téma. De bementem nyugodtan, és nézegetem a kis vonaton, hogy mikor megy az S50, mikor megy a Z50, hogy tudok haza robogni, akkor egyszer csak megláttuk egy vonatot, ami abszolút nem volt kompatibilis a pályaudvarral, a nyugati pályaudvarral, meg 2023-mal, és kiderült, hogy van ez a MÁV, Real Tours elnevezésű ilyen vállalkozás, akik mindenféle nosztalgia vonatokat indítanak, de Magyarországon belül is, meg külföldre is, Semmeringhágóhoz, meg ilyen egészen durva a túráik vannak, és akkor így megláttam, és ilyen tikfából, mint utána néztem ki, és tikfából készült étkező kocsi, mint kiderült, az Orient Expressnek egy ilyen régi, kiszupered, de aztán pedig eredeti állatpótában felújított étkező kocsia volt bekötve. 1912-ben építették, és egy az egyben ugyanúgy néz ki, mint az eredeti, de nem is ez volt az érdekes, mert étkező kocsiában önmagában tök jó néz ki, de ott állt előtte bivaj, a gőzös, ami 1924-ben kész. Bivajnak hívják, igen, utána néztem. Egy elképesztő gőzmozdony az elején, ott
ott tolta kifelé a gőzt magából, ott áldogált, mondanom is kell, iszonyatosan sokan voltak, mondjuk ausztrálokat vitt, ausztrál turistákat vitt Gödöllőre, ez is később kiderült, és mindenki fotózkodott vele ezerrel, hát ugye azért nem sok gőzmozdonyt lehet látni, ami működőképes, és hát bivaj az az, 1924 óta szolgálja az utazók közönséget, de nem is ez volt a legjobb az egészben, mert persze odaálltam fotózkodni, előjött belőlem rögtön az óvodás, hanem felkéreckedtem. És emberünk a masinista. Mondta, hogy takarodj el. Azt mondta, hogy mit mutogatott róla Balázséknak, gyere. És felmentem, és figyeljetek. Ja, láttam a sztorit, a képeket. Annyira hallod, annyira durva volt. Teljesen tudod, ez amikor az embernek nem lehet letölni a vigyort az arcáról. Elképesztő jó pofa. Tehát fönn vagy egy ilyen óriási, és mondom, 1924 jövőre lesz 100 éves, ugye a mozdonyocska. Nagyon-nagyon durva volt, iszonyú jó fej volt, mondom, a masinisztánk is rögtön emlegetett benneteket is, majd mutassa meg a képeket, meg egyáltalán, ért fotózkodtunk vele, alig akartam elszakadni. Van rendes szénlapátoló ember? Persze, persze. Egy az egybe. Igen, a fűtő. Le is fotóztam, mondom, egyik oldalon ott volt a széntároló, ahonnan lapátolják át a másik oldalra, a kazánba. Félelmetes jó pofa volt, és az egész szerelvény úgy ilyen régebbi szerelvényekből állt össze, és akkor mit tudom, hogy Budapesten, illetve Magyarországon belül is mennek ilyen nosztalgia járatokkal, de van olyan járatuk, ez a Semmering Express például, ami egészen kimegy a Semmering hágóhoz. Tehát ugye hihetetlen durva. És hát, hogy nézegettem, szeretik az emberek, mert ilyen nem tudom mennyi időre minden jegy el kell, hát nagyon nagy feeling. Imádták az emberek, mindenki ott tudott, fotózkodott, mindenki oda ment, megsimogatta, gyönyörű állapotban van. Na, szóval, hogy így? Nagyon. Tehát azért tudunk. Most nézem, igen. Figyelj, vannak különböző útjaik, hát gondolom, hogy azért aranyár. Félelmetes, de biztos, hogy horror. Érdemes megnézni, mit tudom, a 2023-as naptárukat, így csumára tele van. Abszolút. Már nyilván ezek nem olyan utak, amik mondjuk így hetente, két hetente vannak, tehát ezeket előre, mit a hónapokra már betáblázzák. De mondjuk, ha ilyen érdeklődés van, akkor ebből lehetne? Egyébként igen. Csak fel se tudja, hogy hány gőzmozdony van még, ami mondjuk ilyen működőképes, de bivaj az. Bivaj. És egyik tök jó volt meg, egy Kalapács Józsinak is például bivaj, becelve, tudod így. Igen. Sose felejtem, egy gyerekek, még a Danubius rádióban voltunk csapatépítő kiránduláson, és akkor az akkori programigazgatónk Szever Pali, egy ilyen nagy vonat buzi, már bocsánat, hogy így mondom, de tényleg az mindent tud, és elintézte nekünk, hogy a MÁV gőzös nosztalgia járatával mentünk el a Balatonhoz. Ez a MÁV összes járat a nosztalgia járat, egy kicsit, igen. Na most tudni kell erről a járatról, hogy a szintén vonatra azok a Balatonnál, ahogy Füred felé van a nagy kanyar, ott kocsival is tudsz menni, na ott állnak a fotósok, és tudják, hogy ez a járat mikor jön, mert ott lehet azt a fotót megcsinálni, amikor látszik a vonat a kanyarba végig, igen, plusz a Balaton, gyönyörű. Életet fotója. Okay. Aki szereti a vonatokat, annak van ilyen kell. Fotója. És közeledtünk a hely felé, már ott a Pali mondta, hogy majd nézzétek, mennyi fotós van, valóban óriási, többmilliós gépekkel, állványokkal, és hát a következő fotót rögzítették a kanyarban, hogy mi jövünk, érkezünk a csapatnak körülbelül a 2-3 a derékig kilógva, ebből a 2/3-ból pedig 14 ember, élén kedves Hunyadi Tamás kollégával gyakorlatilag üvöltve rókázik, mert annyira részegek lettek, mire odaértünk. Tehát van egy olyan fotó valahol a magyar fotós életben, ahol a negyed Danubius tábló kiérted, és sugárba rókázik a fele, mert annyira rosszul voltak. Hát sírtunk a röhögéstől. Most megvárják a fotósok a nosztalgia járatot. És mindenki vár, mert ez is havonta egyszer jön, érted? És ez egy ilyen nagyon izé volt, hogy ott lehetett a legszebb fotót a Balaton, mivel a vonat nem egyenesen jön, ezért végig látszik a vonat, gyönyörű képeket lehet, és akkor is mindenki üvöltve hány. Kérdezed az offotérben, én lehet legalább hármat, mondjuk így a 10 hányó fejből kérdezni, mert hogy egyébként jól néz ki a kép. Egyébként jól sikerült, ja. Balázs jól érezte magát, Janinak élet egyik legszebb élménye volt tegnap, Feri, az egyensúly miatt bosszank, hogy már valamit kérlek ide valaki, Gréta, vicceskedik. Nem, hogy legyen az egyensúly, csak hogy valami a hármunk közül. Az nem jó, hogy mind a hármunknak jó. Esik az eső. Esik az eső, motorra jöttél, igen. Én látom a bukót, nagyon kis jó,
hol? Botor? Itt van? Itt a csoda járgány? Kérlek szépen, tegnap délután visszajöttem a városba, mert megérkeztek a pimpelési felszereléseim, tehát hogy egy kis csomagtartó, meg mit tudom én, ilyen extrák, és mondom, tök jó idő van, bejövök, hosszú ideig tartott, akkor már mondom, bemegyek az étterembe, benne alszom, ma reggel ide begurulok a gyönyörű időbe, és majd hazafelé, órákon keresztül megyek mindenfelé, végre, motorozás, jó idő. Hát, ez van, úgyhogy gyakorlatilag tökre szarráztam, már bocsánat, de hát a motoros élet ilyen. Ez ilyen, hát ja. Ez bele lehet keveredni, akkor is menni kell. Menni kell, nem állunk csúszik, meg. Csúszik, ugyanúgy egyébként. Ja, meg esik, még a csúszás hagyján, mert lassan lehet menni. De ugye az eső, nem akartam esőruhát fölvenni, de mindegy, ez van. Úgyhogy János készül, mikor viszlek motorral a turnén. Már jönnek a tippek, hogy mit nézzünk meg, hova menjünk, hol legyünk, persze, mit nézzünk meg. Nagyon jó. És van a közte. Én viszonylag jól ismerem a Bükköt, meg ugye Miskolcon, meg környékre elég sokat szoktunk járni, de tegnap írt például az egyik ottani srác, és egész jó kis éttermeket ajánlott nekünk. Majd tehát, azt hogy én így, tudom, jó? Ne ajánlgasson. Azt tudom. Ezt majd jeleztem neki, hogy udvariaságból visszaírtam meg, köszönöm. De nem akartam azt írni, hogy a Feri majd azt tudja, bocs. Küldj át nyugodtan. Azt tudjátok, hogy jövő héten végig rossz idő van, és ahogy jön a turnénk, akkor paf! Jövő héten rossz idő végig. Megnéztem. Ja, igen. Nem néz ki jól. Hát ilyen felhős esőset ír most a jövő hét végéig, de amikor mi indulunk, akkor már akkor csuda szép lesz. Akkor meg már. Így van, és nagyon sokat fogjuk mondani, ugye, hogy Sopron, Zalaegerszeg, Szekszárd, Eger és Miskolc, ezek a különböző helyszínek, ezeket mindenhol hallani fogjátok a rádióban, meg is mondjuk majd sokszor. Így van. Mondjuk majd a nyereményeket, nagyon sok mindennek értünk. Reggel megyünk most, ez egy reggeli turné lesz, jó, régen nem voltunk bizonyos helyeken, ahova megyünk gyerekek, úgyhogy tényleg brutál lesz, igazából tényleg brutál. A mi kis a Pannonia turnékra majd megpróbálunk valami kis exkluzivitást még rászervezni. Arra gondoltam, hogy aki lefotóz minket így útközben, mert ugye felül lesz a botoros, én meg leszek az utas. Az fejbe dobod egy bögrével. Így, egy részben. Vagy valami kis, nem tudom, kiszórunk valami ajándékcsomagokat, vagy sorsolunk, vagy kitalálunk rá valamit, mert azért az egy érdekes kis bükki túra lesz, ugye nem a főútvonalon fogunk menni, hanem kis erdei utakon, vagy hát Erdélynek mondott csúfolt utakon. Úgyhogy már meglátjuk, hogy mi lesz az útvonal, nyilván annak a függvénye, hogy hány kolostorom, hány várom, illetve hány étterem található. És cukrászda. Ahhoz majd be kell mennünk szerintem Miskolcra, mert cukrászdát nem nagyon találunk majd. Jó lesz. Jól van, gyerekek. Na, hát csendesen akkor elindítjuk ezt a kis esős májusi reggelt. Jó fél hét lesz pontosan. 2 perc múlva lehet jelentkezni játékra egészen nyugodtan. Írogassatok, ébredezzetek. Szépen. Írjatok, amit akartok. Úgy olvassuk el. Úgyhogy írjatok nyugodtan. Egészen nyugodtan. Sokat. Jó, nyugodtan. Teljesen nyugodtan. De semmi gond nincs. 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 Nem látunk. De a játékra jelentkezés az megérkezik. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni. Fél hét van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, kívánom mindenkinek, 3:47 lesz pontosan 2 perc múlva. Szevasztok! Így van, és azt írja valaki, az Eiffel Műhely Ház, Ókovács Szilveszter főigazgató úr zseniális agyszüleménye, hosszú küzdelmes éveinek eredménye. Tök jó. Ha ő nincs, akkor a tegnapi élményetek sincs, Balázs. Szendékos, hogy nem említettétek meg a nevét egy félmondattal sem. Gyerekek, nem, hát ne az van, hogy... Ne legyetek paranájások, fogalmam se volt, hogy az Eiffel Műhely Ház, az Ókovács főigazgató úr műve. Nagyon örülünk és megemlítjük, és hát le a kalappal előtte, csak nincs mindenben mindig politika, nincs mindenben mindig paranója. Egyszerűen csak elmondtam, hogy tetszett a hely, jó volt. Nem olvastam el a Wikipédiát. Fogalmam sincs, nem olvastam. Egy győző, köszi, hogy elküldted, megemlítjük szívesen, megérdemelte volna, ha megemlítitek, már meg is tettük, de tényleg gyönyörű, bárki csinálta, bárkinek a keze van menne, ez valami egészen. Nem üldöznek, Győző, nyugi. Igen, nyugi. ne legyetek annál jobban paranoiások, mint amennyire érdemes tényleg, de szívesen beolvasom, örülünk, bárki csinálta, bárkinek a fejéből pattant ki, bárki adott rá pénzt, és ez valósította meg. Ez túlmutat politikán, vezetése, mindenen, ez valami egészen zseniális, ami ott van a Kőbányai úton, úgyhogy menjetek, kulturálódjatok. Nem tudok utána nézni egyébként. Nem, persze ezért mondom, hogy nem is kell. Bocs. De azért direkt azért hozom be, hogy lássa, hogy nincs oka erre. Nagyon szép. Nagyon szép ez az Eiffel Műhelyház. Nekem nagyon tetszett, hogy megemlítetted egyébként az épületet, de elfelejtetted mondani Horváth Józsefnek a nevét, aki egy nagyon jó kőműves. És nagyon sokat dolgozott ott hátul az épület részén. Az a sarokfalazás, emlékszel? Így van, szóval, hogy na.
Azért gondolkodjál már, leértem. Igen. De köszi Győző, nagyon tényleg le a kalappal. Aki tud, és van ott valami program, érdemes megnézni, mert ez az Eiffel Műhelyház egy ilyen nagyon szomorkás úton, mint ez a Kőbányai út, azért az valami édenkert jelleggel hatott, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szép kis épületről van szó. Szóval gratulálunk mindenkinek, aki ebbe benne volt. Időjárásunk? Vacak, jövő itt végéig. Az időjárás vacak. Jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Aki most szabadtéri programot tervez a jövő hétre, Ú, gyerekek, az nem jó, nem jó. Szabad. Hát nem, de utána napsütés. De utána viszont a turnénkon már napsütés, igen. Úgyhogy megyünk egy kicsit mindenhova, látogatóba egy röpke kis 4 óra erejéig igazából. Meglátogatunk benneteket, megnézünk. Jó benneteket, lesz, találkozunk, jó lesz. Találkozunk egy kicsit, így van. Ezek a helyszínek, de majd mondjuk, és a nyereményeket is mondjuk természetesen. Na, azt mondja, hogy Szintia már itt is van velünk. Hello, Szintia, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Hogy vagytok? Jó, nagyon jó. Szinte hallottad, hogy mennyire túltoltuk az üdvözlést. Tehát, hogy ez úgy örülünk neked. Nagyon örültünk neked. Szintia! Hello! Szia! Nagyon kedves hangú, játékos, igen. Tökre cuki. Örülünk. Cuki vagy. Igen. Nagyon kedves tőletek, köszönöm. Milyen napod volt eddig? Eddig szuper napom volt. Azért, de lehetett, jó! Mert még nem lehet hibázni, ezért érdemes reggel megkérdezni. Igen. Másodjára jelentkeztem hozzátok, és sikerült bekerülnem, úgyhogy nagyon-nagyon most aki napi 20 SMS-t küldenek, azok most bedőltek a kardjukba, igen. De nem baj. Kivel játszanál? Kit választottál? Janival játszanék. Janival! De miért Janival? Tegnap láttam, hogy kint volt a Nyugati pályaudvarban, úgyhogy gondoltam, kifaggatom. Igen. Na, tök jó. Akkor te is láttad Bivajt. Nem, igen, ő szerintem igen, csak igen. A posztodat látta, nem? Már úgy értem, hogy nem a helyszínen volt, de hogy ott láttam, ja, igen, mert ő... A helyszínen is voltam kint, egy kint dolgozom. Kint dolgozol, mit csinálsz kint? Építész vagyok, a felújításban dolgozunk. De jó. És akkor láttad, hogy oda mentem, aztán hogy szóltam a bácsiknak, hogy engedjék fel a kisfiút, azt mondták, hogy a kisfiú hol vannak a szüleid. Ha idehozod a szüleidet, akkor... Azt nem láttam. Gyere, elmenjük a hangos bemondódhoz, és bemondatjuk, hogy a szüleidet várod a pénztárban. Igen. Na jó van, Szintia, oké, akkor építész vagy, Vácon élsz, és jössz Budapestre éppen dolgozni. Igen. Az építészek nem otthon dolgoznak egy laptop előtt, meg egy tervezőasztal előtt? Nem. Van, aki otthon dolgozik, de én nem szeretek. Csak ott, hol van egy irodád? Igen, a Bakcsomópontnál. Egyébként nem messze tőletek. De oda se szeretsz bejárni. De amúgy nagyon sokat vagyok. Ezért állsz a keletibe. Az egyik sokat vagy a helyszíneken. Igen. Elég sokat. Nagyon jó. Oké, Szintia, nagyon jó, rendben ezt van. Ezt az igen-igent, meg nem, ezt felejtsük el most, jó? Mert a Jani is olyan 100%-on van. Maximum egyszer. Nem, egyszer se. Rendben van. Mehetünk? Na figyelj, mehetünk. Akkor. Indulunk, jó? Azt várjál, ezt itt benyomjuk, és akkor indulunk neki, hogy 3-2-1, és tessék. Akkor azt mondod, hogy jobban szeretsz terepen lenni, mint sokkal bent az irodában. Sokkal jobban szeretek terepen lenni, sokkal izgalmasabb. Például Nyugatiban. Például a Nyugatiban. Egyébként hogy tetszett neked a vonat, a gőzös? Nagyon tetszik. Maga a pályaudvar is nagyon tetszik, de a gőzös kész volt. És mennél ilyen utazásra is? Persze, hogy ne menni. Abszolút. Te voltál már valami hasonlód? Mennék egyébként. Miért mondjuk azt, hogy nem még? Mennék, azt mondta, mennék. Mennék, azt mondta. Menjetek tovább. Ez arra, hogy mennék volt, szóval szeretnél már picit nagyot. Szóval szeretnél. Mennék, nagyon szeretnék. Uh-huh. És merre fele? Országon belül, vagy kívül esetleg? Külföldre. Külföldre, Ausztriába? Külföldre. Például Ausztriába gondolom. Például, egyébként most hétvégén voltam kint Ausztriában. De jól tetted, én is megyek, amikor tudok. Eszméletlenül szép volt. Mikor fogsz menni? Hát nagyon jó. Most szerintem legyünk. Vége van. Én már annyira rá vagyok erre csapatban, hogy a Jani nehogy nyerjen. Én is megadtam, de mennék volt. Úgyhogy... Bocsi, Jani, jövök egy 10-essel. Ja, hagyj baj legy. És szemtanúja voltál annak, hogy felkéreckedtem? Azt is láttad? Arra nem. De kár. Hogyha ezt most már szabad mondanom. Mondhatod. Láttam egy szalkalábas őszülő szakálló kisfiút, hogy ott örül. Az nem én voltam.
Hát, sejtem, de neked még nem őszül a szakállod nyilván. Igen. Igen. Jól van, na, ügyes vagy, Cintia, meg vagy akkor, jó? Sikerült, de jó. Sikerült. Kis visszafogott, kedves kis játék volt ez a részedről. Nincs plusz nyeremény, semmi, nem kell adnunk semmit, akkor meg vagyunk egy ajándékcsomaggal. Lettél gazdagabb. Jó, szuper, köszönöm szépen. Jól van, jó, puszilunk. És elnézést, hogy az Eiffel-féle csapatból nem mondtuk senkinek konkrét a nevét, akik annak idén tervezték és megépítették a pályaudvart. Jó, ezért így bocsánat. Ne haragudj ránk ezért. Puszi, köszi játékot. Köszönöm, szia. Ciao, 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 ciao. Igen. Na jó, nem csak nem látok, mert nem is hallok. Egyre rosszabb a helyzet, bocs, hogy megzavartam. Sokan mondják, hogy kimondott egy igent, mi nem hallottuk, ha viszont az jelenti, hogy mi nem veszük észre, akkor hiába akkor nem vettük észre, mert nem akkor az észre, nincs. Akkor nincs, de szerintem nem mondtak. Igen, nem, de lehet, hogy visszahallgatjuk, de ugye tudjátok az a szabály, hogyha mi hárman abban a pillanatban nem veszük észre, akkor mindegy is, hogy kimondtál vagy nem, mert hogy valójában akkor tulajdonképpen, hát... Akkor az ugye az van, hogy átment a rostán, nem? Átcsúszott. És akkor mindegy, hogy mi történt. Igen, többen írják. Ferinek írunk be egy vereséget, Zoli küldte nekünk. Higgyetek, pedig rá vagyunk állva, hogy észrevegyük nagyon egymásnak, hát senkinek nincs. Persze. Senki nem írja be jó kedvűen a másiknak a pontot. Hát figyelj, most úgy állunk, hogy Jani 50%, Feri Bali 0, de ebből Bali nullája nem meglepő, Feri megy előre 0. De hát még nem játszottál, egyet Persze. játszunk, és ha fölugrunk a 100%-ra, akkor azonnal ott vagyunk. Sokan kérdezik, mi van Zocsóval, gyerekek? Valamikor megcsörgethetjük, hogy van a kis holland túra, mi történt, hol van, fizettek-e neki, lejárt egy hónap, kint van, hazajött, ott van. Nagy a csend, minket is érdekel. Nigériában van, nagy a csend, már visszajött, sose volt kint. hogy máshol van. Visszahozták egy Belgium, Olaszország. Odafele három nap volt vissza, akkor még több. Igen, tehát simán lehet, hogy már nincs ott. Úgyhogy meg valamikor megcsörgethetjük, akár ma is majd így. Valamikor egy rövidre. Még egy rövidre. Figyeljetek, én is belefutottam abba a csapdába, amit szerintem Jani kezdett, aztán pedig Balázs is beszállt. Na. Hogy nagyon sokan írnak, nekem is, meg nektek is nagyon sokan írtak, hogy álprofilok. Ja, az álprofil, fújja, ezek innapot csak kapok. Figyeljetek, igen, akkor te is meg vagy még álprofilban, mert én most lettem álprofil, hogy azt szeretnénk mondani nektek, hogy senki, de tényleg senki ne kattintson rá, ne regisztráljon, ne küldjön el adatokat, mert nem mi vagyunk. Ami játékot mi hirdetünk, azt elmondjuk a rádióban. Így van. Okay? Vagy tehát, a saját Instagram vagy Facebook felületünkön, semmi közünk ezekhez az oldalakhoz. És figyelj, álprofilok. Tök profi, a borítóképünk az mi hárman vagyunk az enyémen, az én álprofilomon, most mi hárman vagyunk, Rádió 1, és akkor a kis kép az vagyok én, és tökre ugyanúgy néz ki, és tudjátok mi a vicces, hogy elkezdték küldözgetni, én mondom, akkor én írok ennek az embernek. Nem találod meg, mert te magad le vagy tiltva. Tehát én nem találom ezt az oldalt, ugyanis valószínűleg az, aki csinált ezt az álprofilt, engem letiltott ne róla. Ne csináld ezt, ez az a legmenőbb dolog, hogy nem tudsz felmenni az álprofilodra, mert téged megkiraknak. Nem is találom, nekem nem jön föl, már a linket átküldték egy csomóan, hogy Feri, ez te vagy, és akkor onnan tudom, hogy néz ki, hogy befotózták ők, a valamelyik hallgató, aki elküldte nekem, és küldik a hivatkozást, és nem tudok rámenni, nem tudom jelenteni, úgyhogy az egyetlen dolog, amit tehettek, hogy jelentsétek a Janiét is, az álprofilt meg a Balázsét is, és nem hirdetünk játékot, nem. Mert már volt, aki kártyaadatokat adott meg, hogy gyerekek, gondolkozzatok egy picit, hát ilyet sose kértünk. Nincs. És most elkezdett nálam is, és százával jön, hogy dehogy. És tudod, mi a szemétség? Hogy a Balázsék Facebook oldal fotójának a fotója van. Igen, leveszi profi. Az oké, vagy hát az se oké, de hogy amikor mi például posztoltunk, most pont valami kisfiúnak volt egy gyűjtés, és ő alá kommentel ezzel a profillal, hogy gratulálok, te nyertél. Aha. Rohadjon el. Jó, csak tudom. Nagyon fontos, jó, igen, hogy mondod, igen, hogy én nekem tényleg még már nagyon meglep, hogy van, aki még ez a gratulálok nyertére ráharab, hogy ezt nem tudjuk elégszer mondani, de nekem is jönnek. Bekommentel. Én már nem tiltom le, nem írok ügyvéd, már semmi nem tudod, ezeket semmit nem tudsz csinálni, de bekommentel, ott van, gratulálok, te vagy a kommentelő, nyertél, és akkor kérdezik, hogy ez igazi?
annyira naívak az emberek, meg annyira kis butuskák. Nagyon nehéz ezzel mit csinálni, de hát ezt jó, hogy elmondod, mert tele vagyunk ilyen. Onnan fogod tudni, ahogy Szala írja, onnan fogod tudni, hogy én hirdetek, hogy ott a nyeremény egy koca lesz, érted? Igen. Jani, egy pörzsölő, egy koca, egy pörzsölő, az és én egy permetezőgép. Ez én leszek. Ha Jani hirdet, akkor vártúra. Természetesen, okay. De ha Feri hirdet, meg mondjuk egy mergát nyereményként, az nyilvánvaló kamu, hogyha Balázs egy alfát, az szintén is. Kamu. Igen, hát, keresztpromóciót nem csinálunk. Igen. De ha Toszkán világot ígér Feri írja szilveszter, akkor az rendben van. Valami. Van egyébként egy nagyon rohadsúnyi húzásuk, hogy például hozzászólásokat megköszönnek úgy, mint hogyha te köszönnéd meg, vagy te köszönnéd, vagy én köszönném meg. Egy na, akkor viszont azonnal tudják az én esetem, hogy hozzászólást megköszönni. Visszakommentelni valamit kommentelőnek, kérdésre válaszolni azonnal, hogy ez nem bali. Ez nem lehet. Megköszönte hozzászólást. Gyanús. Gyanús visszaírt. Igen, nagyon-nagyon gyanús, ez nagyon fura így. Na tényleg, legyetek nagyon óvatosak, ne adjatok pénzt, a pénzetekre vigyázzatok, ne is ránk, semmilyen, soha semmilyen. Most én mindig ilyen DHL-est kapok, hogy a csomagja nem tudom honnan jön. Óriási dömping. Nem jön, és én megnézed, csak a számot onnan küldték, és ilyen plusz 339, tudod, nem is tudom, szerintem Trinidad Tobago, vagy Csád, vagy Szudán, tehát nem tudom honnan jön. Blokkolt öröl abban a pillanatban. Igen, tehát döbbenetes, hogy a DHL futár csomagom az elkeveredett, és azonnal menjek fel az oldalra. Úgyhogy nagyon-nagyon kell vigyázni mindenkinek tényleg a pénzére. Jó? Mert hogy itt aztán nagyon konkrétan pénzt szednek ki belőletek. De hát az emberi kapcsiság, a mohóság ugye azért az mindig ott van. Te nyertél, add meg ezt, add meg azt, nyertél 5000 eurót, egy bitcoint, 3000 dollárt. Erre alapoznak gyerekek. Na jól van. Oké, vannak friss közlekedési híreink, azt nézem. Na, nincsen. Eső van, de csend és nyugalom van, úgyhogy elindult ez a kis... szerda reggel. Ez a hét kezdés, hogy hétfő volt, egy kis megzavart. Nincs, én nem tudod, hogy mi van, bolond az agyat, csütörtöket. Milyen napfa, hogy vagyunk, most hol is vagyunk, szerda, de még csak egyet dolgoztunk. Elviselhető ez a négy nap azért. Hát jó lenne, hogyha be is vezetnénk, aztán pedig arccal a három nap felé. Igen, egyből ugorjunk a három napra. 4 perc, 7 óra, jövünk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, jó étvágyat, Jancsi! Nagyon szépen köszönöm, Balázs! Csipegessé! Nem, félek, hogy leesik a vércukrom. Nem fog leesni. Nem. Tudod, olyankor mindig megőrülsz, csak a baj van. Nem fog leesni. Zoli vagyok, villanyszerelő, én is dolgoztam, ott örülnék, ha megemlítenéd. De köszönjük szépen, van olyan nyárfasz, összkérdezi valaki. Elküldtem a 112-es linket, ezt megnézzük, de Viberen küld, vagy nem tudom, hova küldted, megnézzük, jó? Megtaláljuk. Ha ez az új 112-ös kiadás? Ez már nem jutott el hozzánk. Nem találjuk. Viberen küld el, és akkor megnézzük, jó? Hogy mit mondtak most a 112-ről. Lehet, hogy egy eset volt, mi ezt most kerestük, de nem nagyon találjuk sehol, úgyhogy nem tudom, hogy mit adhatott ki a 112. Meg igazából nagyon sűrűn adnak most ki, tehát nem olyan régen kiadtak egy nagy összesítést, szerintem ez most nem az. De ha elküldöd Viberen, akkor ránézünk, jó? Azt mondja, hogy tegnap... Hát igen, jó. Nem, semmi. Nem olyan. Belekezdett, de nem olyan. Nem olyan fontos. Gyerekek, harmadik Károly király. Koronázási ünnepsége tartja lázban de a celebvilágot. Karcsi King. Karcsi King, a londoni Westminster apátságban megint összegyűlik az angliai királyi család, a celebek, a brittek, a Buckingham palota nagy képviselői. És Andrea Bocelli és a Take That neve is felmerült. Király lesz Károlyból. Ilyen kis rövid időre minek egyébként? Hát igen, olyan sokan szurkolnak, hogy megint. Ilyen idősen nem mindegy még... már, gyerekek. Hát most komolyan, mondjuk, ha Erzsébetet nézzük, azért sokáig húzta a királyné is, Isten tartsa meg jó szolgását. Hát abban az esetben Károlyban van még egy 25 év. Károlyban még van egy 25. Ez a végtelenül antipatikus ember, az a harmadik Károly. Én nem tudom, én is sose látom mosolyogni, jókedvűek, nem egy ilyen jó kisugárzású csávó ő nekem valahogy. Május 6-án lesz a londoni Westminster apátságban. Ez a parlamenten szemben van, aki járt arra. 900 éve az angol-brit uralkodók hagyománya, az a hagyományos koronázási templom, a gyerekek, ahova behalad majd Károly, valahol Harry herceg remélhetőleg egy náci egyenruhában masírozik mögötte. Nem, már megváltozott. De hát azért ez egy nagyon nagy dolog. 3 napos buli, egy rakás kötelező formai elem, szóval hogy hihetetlen.
lázban vannak most az angolok. Igen, de most gondold el, hogy várod tőle, hogy mosolyogjon, meg jókedvű legyen, meg pozitív legyen, hogy neked van egy kitűzött célod, amiért hogy gyakorlatilag te megszületed, aztán 74 éves korodra éred el. Hát, megkeseredsz egy idő után. És akkor Kamilla is királyné lesz? Ez a sokat említett Kamilla, és akkor ő így? Megisszák, kamillázzák, mert hogy akkor Kamilla királyné, hát akkor rá is tesznek bizony valami királyné koronát, és akkor Kamillát is bekamillázzák és megkoronázzák. Gyerekek, hát azért ez nagyon-nagyon durva. Mindjárt hívunk egy protokoll szakértő, csak hogy mondja el nekünk, hogy milyen hintóval jönnek, kik lépnek föl, milyen szabályok vannak ilyenkor, ki lesz ott. Egyáltalán mi van, Kamilla azt mondja, hogy ő nem akar koronát, köszönöm. Akkor hát Károly... De hogy nem akar, viccelsz, hát persze, hogy akar. Hát ez... Egyébként mi másért lennék Károlyjal? Mondj még egy okot. Igen, de hogy én nem tudom, ez a villamos gyerek, ez olyan szimpi nekem. Olyan kis cuki mosolyog be ezzel a kis, hogy hívják az ő párját? Megán. Nem, a Megán a Harrynek a párja. Igen. Akkor két. Vagy két, három. Két, nagyon. Olyan szimpi, még én a Harryt is szeretem, nekem ők szimpik, de ez se az Erzsébet király, se a Károly bácsi, nekem valahogy, se, még a frakba se szerettem már a Károly bácsi. Nem volt jó, Irma néni mellett ott áldogált, húzta a frak. Szerinke és Lukrécia szerintem óriás arcok voltak, de hát... De valahogy nem ment. Ugye a legérdekesebb momentum az most az lesz, hogy a két hercegnek meg kell majd hajolni a mostoha anyu előtt. Ugyanis ugye úgy néz ki, már biztos, hogy lesz, mert az első, hogy a király előtt kell meghajolni, és utána meg kell hajolni majd a királynő előtt is, aki hát nem az ő édesanyjuk, és hogy is mondjam, nem igazán felhőtlen a kapcsolat. Ugye? Tehát, és akkor ott majd országvilág előtt egy nagy főhajtással fogadod el, hogy ő az ő királynő, vagy ő az új királynő. Gyerekek, igen, de nagyon-nagyon érdekes. Utcai ünnepek lesznek, beülnek a hintóba, bemennek a Westminster apácsok, megkoronázzák őket, háromnapos ünnep vár Nagy-Britániára, vagy hát Angliára, úgyhogy azért ez nagyon, szerintem valahol maga az intézmény azért ez nagyon klassz, hogy ők ezt így ünneplik, hogy feldíszítik egész Angliát, hogy jó, mindenki pofa ünnepel, munkaszüneti napot rendelnek el. Tehát azért ez baromi érdekes, hogy nekik van egy ilyenjük, nem? Egy ilyen intézményük. Én egységbe kovácsolja őket. Egységbe kovácsolja őket. Mint a Brexit. Hát sokkal kevesebb kár származik. Igen. Szóval ez baromi érdekes. Azért szerintem ez egy nagyon nagy történet. Feldíszítik az utcákat, a köztereket, a hidakat. Mm. Szeretik a királyi családot annak ellenére, hogy nyilván van, aki szimpi, van, aki nem. De azért nagyon érdekes maga az intézmény, nem? Hogy megy majd Vilmos, és meg kell hajolni a tényleg Károly király előtt. Nagyon túl. Ő lesz a következő. Első katalin is, mármint Novák katalin is ott lesz. Igen. Csak mondom. Tehát mi is képviselhetjük magunkat. Hát ilyen nagy, persze, ilyenkor nagy meghívnak egy csomó országból, egy csomó prominens személyiséget. De most várj, Harry most akkor ott lesz, vagy hátul bujikálva üldögél majd a szégyenpadon? Hát ott azért nagy kitárulkozások, interjúk, könyvek jelentek meg, leleplező könyvek. Mi van most akkor? Látványosszakítás volt ugye a családdal. A családdal és Harry Herceggel itt van. Az hogy áll a kitagadás? Mert volt egy ilyen, ugye? Hogy azt mondták, hogy Harry herceg és Meghan nem tartozik most már a királyi családhoz, ők maguk is lemondtak azzal a jogokról, amikor elköltöztek és kiköltöztek Amerikába. Ha nem tartozik a családhoz, akkor nem kell ott lenniük se. Hát, de szerintem ezen ott lesz. Szerintem hivatalos meghívót kaptak. Szerintem pont azért, mert talán az apja nem annyira szeretné, hogy elmérgesedjen ez a... Azon már túl nem, hogy annyira, hogy... Ez igen, ez jól írja valaki, ő nem királynő lesz, vagy hogy ő királyné, az nem mindegy, igen, ugye? Tehát, hogy a királynő az, aki vezet és uralkodik, a királyné az csak az, aki a király mellett, igen, ott van. Tehát Kamilla királyné lesz akkor. Na, se rossz, igen. Most egy elütés. Délvezben lakom kisebb városkában, de már itt is fel van díszítve a város. Hú, ami azért ez milyen klassz lett. Ha Károly meghal, akkor Kamilla királynő uralkodik tovább, vagy Vilmos? Nem, akkor az utódlási sorrendben akkor Vilmos jön. Királyné nem lehet királynő, tehát ő csak a királynak a felesége. Ennyi. Igen. De jogköre hatalma nincs. Nincsen, akkor az tovább száll ugye Vilmosra. Igen. És akkor Vilmos lesz. Igen. Ha velem történik valami, Móni nem jön be helyettem. Na, azt pedig egyszer pedig szeretném. Pedig örülnénk, csak királyné. Ide, örülnénk. Igen. Jobban mindenket, ha értem. Hát, fél megértelek beleteket. Na, megkérdezzük gyerekek, mindjárt mekkora ünnep ez, Ocsánás Katalin protokoll szakértő. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, hello, sziasztok! Jó reggelt! Szia, na, jó hát reggelt. Azért ez egy nagyon nagy dolog, azt olvassuk, hogy háromnapos buli, munkaszüneti nap, csomó kötelező formai elem, ünnepség a Westminster apátságban, és utána. Azért ez egy nagy dolog.
nagy dolog és hatalmas ceremónia fogja kísérni magát az aranyhintót, ami a koronázás után kihozza a királyi párt az apátságból a Buckingham palotáig. 8 olyan szürke ló fogja vezetni ezt a 4 tonnás autót, ami hagyományosan a koronázáskor használnak csak, amit kifejezetten erre a célra tenyésztenek, hiszen ez egy nagyon nehéz autó, hogy nyugodt és teherbíró lovaknak kell lenni. Szóval minden apró részletében megtervezett, hatalmas, szép ünnepség lesz, 6000 katona lesz ott, aki a parádét fogja adni utána, úgyhogy a légierőtől elkezdve a nemzetközösség minden egységéből kiválasztottak, ott lehetnek ezen, és hatalmas felvonulás lesz a koronázást követően, sőt szombati napon megérkezett Skóciából a végzett köve, amit a trónszék alá helyeznek, hiszen hagyományosan az angol királyokat erre a kőre felállva koronázták 800 évig, és Viktória királynő óta és már korábban is mindig a trónszék, Edward trónszékén, a koronázó szék aljába beteszik ezt a végzett kövét. Tehát nagyon sok apró elemből, részletből, hagyományból áll, ami nagyjából 800-900 éve változatlan, és ezek most is elemei lesznek a ceremóniának, úgyhogy hatalmas ünnepségre készül most Nagy-Britannia. Az a kő egyébként meglehetősen skótos az aranyhintóhoz képest. Nekem igen, nagyon szimpatikus ez a minimál igen, dizájn. De már, igen, de már a hintó is nagyon durva, hogy 1762-ben készült ez a koronázási hintó, amivel mennek. Igen, ez az aranyhintó. Ez az érkezés, tehát hogy a koronázás után illeti meg a királyi párt. Ez az aranyhintó, és állítólag legendásan kényelmetlen, úgyhogy azért kellenek ezek a lovak, akiket már erre képeznek ki nagyon régóta, hogy egyszerre mozogjanak, hiszen hogyha valaki, melyik ló esetleg rosszul mozdul, akkor az úgy nagyon kényelmetlen és rángatja a hintót, hiszen ez egy nagy súlyú a kocsi, úgyhogy ez az egyik olyan hagyomány, amit most is tartani fognak. Milyen jó ilyen dolgokat látni azért tényleg több száz éves hagyományokat. Ugye meg kellett várni a gyászidőszakot, azért nem koronázhatták meg előbb Károlytól Erzsébet halála után, el kell telnie valamennyi időnek? Igen, igen, tehát hogy a harmadik Károly már abban a pillanatban király volt, ahogy Erzsébet királynő szeptember 8-án meghalt. Le kell telni a gyászidőszaknak, és föl kell készülni erre az ünnepségre, amit nem most kezdtek már, hiszen mind a temetési szertartást, mind a koronázási szertartást a koronázás pillanatában elkezdik tervezni, tehát ahogy Erzsébet királynőt megkoronázták, már akkor elkezdte Norfolk hercege, akinek a Norfolk hercegi családnak 1386 óta a tisztsége, hogy megtervezze a koronázásokat és a királyi temetéseket. Tehát azóta tervezik, sőt már 2004-ben nyilvánosságra került az, hogy ez a ceremónia jóval szerényebb lesz, mint második Erzsébeté. A helyzet, ugye a nemzetközi helyzet, illetve hát ezek az anyagi nehézségek, amiket a briteket is sújtják ennek okán, de 1953 is ugyanúgy fölmerült az, hogy milyen mértékű ceremónia legyen a királynő koronázása, hiszen ugye háború utáni ország egy elszegényedett lakossággal, ott is kérdés volt, hogy mi történjen, de mégis az a méltóság, amit ez a koronázási szertartás jelentett, erőt adott az országnak, és jó érzéssel fogadták, és összetartást jelentett a nép számára, és hát a tervek szerint remélik, hogy ez is az mostani időszakban igen, is így lesz. Van egy ilyen szokás, hogy munkaszüneti napot rendelnek el, és akkor mindenkinek jótékonykodnia kell, mindenkinek adni vacsorát, meg kiülnek enni, kajálni, tehát ennek van egy ilyen nagyon fontos közösségformáló ereje is. Adnak egy munkaszüneti napot a briteknek, és mindenkinek kell jótékonykodni. Igen, a maga koronázás az szombati napra esik. Itt lesznek látványos elemei a rendezvényeknek az országban, de a nagy program, az igazi parti szezon az másnap, vasárnap indul el. A lakóközösségek kimennek az utcára, utcabálokat tartanak, és ezeket a nagy, hosszú asztalnál eltöltött közösségi vacsorákat. Ugye mostanában Angliában is, Nagy-Britániában is változott a lakosság összetétele, sokan vannak más országokból betelepülők, és ez összehozza a helyi lakosságot
ezeket a közösségeket, akik együtt élnek, és talán nem is tudnak úgy egymásról. Ez Erzsébet királynő koronázásakor is így volt. A hétfői nap pedig munkaszüneti nappá nyilvánított a harmadik Károly király, és ő rendelte el, hogy mindenki lehetőség szerint valamilyen jótékonysági szervezethez csatlakozzon, vegyen részt az adományozásokban, vagy egyszerűen vigyen ebédet, rendezzen vacsorát olyanoknak, akik esetleg nem lehetnének szociális vagy anyagi helyzetük miatt részesei ennek az ünnepségnek, úgyhogy ez az ő elrendelése, harmadik Károly király, ez a hétfői nap. Azt tudjuk már, hogy a Harry herceg részt vesz a Karcsinak a koronázásán, az édesapjának Károlynak a koronázásán, de hogy ugye Meghan azt mondta, hogy nem megy el, mert a gyerekekre kell vigyáznia, hogy ezt mennyire érezték így? Tényleg, igen, nem volt egy frágya babysitter. Igen, sajnos nem sikerült senki találni, hogy ezt mennyire érték most főztakarít. Meghan tapintatlanságnak, vagy mit ír erről a brit sajtó, hogy ő nem lesz ott? Igazából tekintetjük ezt Meghan részéről udvariasságnak is, ami persze kettős, hiszen a kétféle meghívót lehet kapni. A király parancsára történő meghívót Norfolk hercegén keresztül a király elvárja, elrendeli, megparancsolja, hogy ott legyen. Ilyet kapott a Magyar Köztársasági Elnökasszony is. Illetve van egy másik típusú meghívó, az örülnek, ha a meghívók örülnek, ha részt vesz az ember ezen a programon. Tehát ez a parancs típusú meghívót kapott a Harry herceg és felesége is, amit visszautasított igazából. Erre harmadik Károly király azt nyilatkozta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vesz részt rajta, de megérti természetesen. Éppen a gyerekek születésnapjára esik ez a koronázási időpont, tehát így a protokollban ez egy kicsit olyan, mint a sakjátszma, tehát már akkor kapott egy lehetőséget hivatkozásként arra, hogy emiatt nem vesz részt, hiszen a gyerek születésnapi partiján fogadja a vendégeket a Harry herceg felesége. Egy másik részről pedig lehet udvariasságnak is tekinteni, hiszen azért erős média visszhangja van annak, hogy ezek a nyilatkozatok, a kilépésük, a családból való kilépésük, a dolgozó családi státuszból való kilépésük után azért ott nagyon sok olyan típusú nyilatkozat született részükről, ami nem feltétlenül kedvező színben tünteti föl a leendő királyt és az egész királyi családot, ami persze nem csak egy rokoni helyzet, hiszen az ország uralkodójáról van szó, vagyis az alattvalókban, az ország lakosaiban is váltott ki ellenérzést. Tehát ahogy a temetésen volt arra mód, hogy kifityülték őket, elképzelhető, hogy most is erősebb média visszhangot, figyelmet kaphatnának, és talán így nem vonja el a figyelmet. Jobb a gyerek születésnapján maradni. Ó, igen. Igen. Akkor milyen ajándékot kell vinni, Kati? Mi a protokollális esemény? Mennek államfők, vezetők, miniszterek, igen, köztársasági elnökök, elnökasszonyok? Mi, én akkor viszek egy pulit, vagy az én országomból viszek valamit? Egy csomag erős pistát? Egy füzérfokhagymát? Húgarikot? Vagy akkor vagy mi az a... Mi az a, vagy mindenki, az akar? Lángos? Azt hiszem, hogy az ajándékozás szertartása az, mint ahogy egy államfő meglátogat egy diplomáciai helyzetben egy másik államfőt, annak megvan a határozott rendje, hogy mit illik az ország képviseletében adni. Feltehetően az ország és a Nagy-Britannia közös múltjára utaló történelmi erekének is számító ajándék lesz ez, bár erről még nem született hírek, hogy pontosan mi lesz az. Azt hiszem, hogy a köztársasági elnökasszony, illetve munkatársai fogják kiválasztani ezt, és valószínűleg egy nagyon szép és méltó ajándék lesz. Jó, mert csak a Ferinek rohadt jó a kakukk fűes tarjája, hogyha is. Ha esetleg majd az jó lesz, akkor szívesen beszél. Van arról valami, mennyibe kerül ez az egész körülbelül, csak hogy tehát hogy nagyjából így nagyságrendben van erről valamilyen költségvetési kérdés Angliában, hogy körülbelül mennyibe kerül ez az egész? Amit én erről olvastam, azok nem voltak számosítottan megjelenítve, de azt is mondták, hogy a tévéközvetítés
fizetések, illetve azok az ajándékok, amik már hónapok óta, hetek óta kaphatóak Nagy-Britániában, elég erős bevételt is generálnak, tehát azokat a híreket olvastam, ami azt mondta, hogy megéri ez a koronázás. Tehát eladják a közvetítési jogokat. Igen, én közben nézem, ilyen 100 millió fontos, 52 milliárd forintos számokkal dobálóznak, hogy nagyjából az egész ennyi lesz. Ez nyilván a kiadás, hát aztán, hogy ebből mennyi a bevétel, az nem lehet tudni, de hogy nagyjából kétszeres az Erzsébet királynő koronázási költségeinek, akit egyébként 1953-ban koronáztak meg, azóta nem volt koronázás Nagy-Britániában, ugye, hát mert akkor volt az utolsó koronázás. Azért a 100 millió font az nagyon komoly. Jól van, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes kitekintés volt. Azért irigykedve nézzük, meg hallgatjuk, hogy milyen hagyományaik vannak, hogy azért ez milyen fontos nekik, maga a királyi család, hogy milyen szép esemény ez, milyen hintóval, vagy 800-900 éves helyszíre mennek, nem? Szóval, hogy fantasztikus, tényleg elképesztő. Jó. De hál' Istennek azt is jó hallani, hogy a családi vircsapt őket sem kerüli el. Igen, van családi vircsapt ott is, igen. Kati, nagyon köszönjük, ha van még aktualitás, hívunk, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Zsenás Katalin protokoll szakértőnek. Milyen jól beszélt, nem mennyi mindent tudott. Szeretem, nem az én hivatalos dolgok, hanem hogy így mennyire napban kész, napra kész volt ebben. Na gyerekek, nézzük meg akkor, ez egy jó téma, ugye, hogy mit viszel NASA ajándékban. Mit viszel NASA ajándékban? A mi esetünkben már ugye azért érdekes, mert inkább temetésre járunk, nem esküvőre. És oda meg oda, már nem viszel. Oda már nem viszel nagyon semmit. Temetésen a fritőz. De keressük meg a legpitiánerebb, legkicsinyesebb, legszemetebb, legaljasabb, legolcsóbb, leggennyedékebb ajándékot, amit ugye kaptatok, igen, drága hallgatók. Ki az, csak NASA ajándék? Vagy legyen születésnapi? NASA ajándék, kifejezetten NASA ajándék. Mit kaptatok, amire nem hittétek el, hogy ez az ajándék? Hogy ezzel kiszúrják a szemeteket, hogy ezt az anyós, az apó, vagy tudom, igen, én, a család, a barátok, valaki ezt odaadja nektek. A legjobb, amikor visszaadod azt, amit te kaptál kicsomagolatlanul. Igen, én adtam. Olcsó, nagyon spórolós NASA ajándék. Jó, írjatok tényleg megdöbbentő történeteket. Amikor ott álltatok az eskőn, és leesett az állatok, hogy ezt inkább ne. És vagy visszaadtátok. Jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Jó, ez gyerekek, finom kis muzsika. Micsoda kis... Menj haza, azt a hallgatanyát. Menj haza, azt a kis hangulatos. Van valami kis hangulat. Én még a tegnapi koncert hatása alatt vagyok, kicsit így nézegetem. Nem ilyen volt. Nem ilyen volt. Gyerekek, ott valami elképesztő muzsikálás volt. Igen, valaki esetleg nem hallott a Balázs tegnap, Balázs Pali koncertem. Gyerekek, hát a csáva, hogy énekel. Nem, ez hihetetlen volt itt a... Benni csinált egy-két videót, amit néztünk, vagy megnéztem, még félelmetes muzsika volt tegnap. Igazából egy ilyen jazz-rock fúziós zenekar koncertre sikerült eljutni. Egy nagyon szép épületben, amiben egyébként többek közt a Kovács Tibor villanyszerűl is dolgozott. Igen, ez az Eiffel művelődési ház, talán ez a neve, de valami egészen elképesztő helyszín. Tényleg gyönyörű. Érdemes elmenni. Eiffel műhelyház, ez a neve. Kőbányai úton a Simon Phillips jött a maga kis jazz-rock fúziós zenekarával. Tényleg elképesztő volt. Na, időjárásunk, Ferenc? Lassan kisüt a nap. Köszönjük szépen! Valahol. Az időjárás jelentés támogatója a mesterközpont.hu, a szerszámok és a rögzítés technika szakértője. Mesterközpont.hu. Mikor ér ide a spanyol hőség? Hát az El Niño, az nyárra jön. Ó, ilyen lassan, Spanyolország hát nincsen jön. Jön, állítólag nagyon durva lesz, 4-5 évente jön, ugye erről beszéltünk, és most jön megint. Náluk úgy, már nagyon, 40 fok van. Náluk már most nagyon durva lesz, és állítólag jön ide is, igen. Hidratálás, naptej, csak előre szólok. Igen, ez nagyon fontos. Na ugye, hívtunk egy nagyon jó kis protokoll szakértőt, Katit, aki elmondta, hogy mi történik 3. Károly koronázási ceremónián, május 6-án ceremóniáján szombaton, a londoni Westminster apátságban, gyerekek, háromnapos ünnepség, sorozat, prominens személyiségek, Meghan nélkül, Harry herceggel, és hát a Windsori kastélyban óriási koronázási koncertet rendeznek, Westminster apátságban mennek, 1762-ben készült a hintó, az ember irigykedve hallgatja a hagyományaikat, a múltjukat, de tényleg fantasztikus, a koronázási ékszereket, hogy milyen szokások vannak, hogy áll össze maga a koronázás, milyen ceremónia, ez tényleg elképesztő, hogy kell elfogadni a hódolatot, milyen protokolláris események vannak. Kati nagyon érdekesen sokáig mesélt nekünk erről.
És ugye aztán szóba jött a NASA ajándék, hogy mit kell vinni a különböző előjáróknak. Uh-huh. És ugye Novák Katalin is részt vesz. Igen, ott lesz. Ott igen, átok Vizerre repül. Igen, tegnap kapta meg a meghívót, ma már foglalt Vizerre jegyet. A házi sütésű stanglit fog vinni, amit nagyon a pápa helyes meghagyott. És szerintem sokkal fontosabb valami ilyet vinni, mint valami nagyon közhelyes, matyóhímzéses, erős pistát, komondor pulival. Aj, nemzeti színű szalaggal átkötött Demizsor azért csak lesz ott valahol. Én szerintem az menő lenne. Egy nemzeti szalaggal átkötött Demizsor. Kenyeret Demizsor, sót, azt is egy jóféle magyar pálinkán, erős pista nemzeti szalaggal átkötve, egy ilyen puminak a nyakába. Oda üget a kis pumi. Jött erre is nagyon jó, tehát a hallgatótól, hogy a 6-3-at DVD-n. Igen, ez egy jó ötlet lenne. Igen. Az tök jó. Egy gyönyörű 6-3 arany DVD-be foglalva, hogy azért volt, amikor mi nagyok voltunk futballban. Igen, igen. Ti 1000 évig raboltátok, fosztogathatok a különböző országokat, mi legalább tudtunk focizni. Itt a határom, sok szerencsét. Bekem biztos, hogy ott lesz. Ne viccelj, hogy ne. Novák Katalinnak kell kivenni kabátot, hogy újra találkozhassanak egymással, nem? Hát biztos emlékszik rá Bekem, mi? Hogy ne. Hát gondolom mindenki brutál ruhát varrat magának, és gyönyörű nagy celeb felvonulás lesz, úgyhogy az valami nagyon izgi. És ugye aztán itt szóba jött a NASA ajándék, és arról beszélgettünk, hogy küldjetek nekünk hát olyan NASA ajándékot, ami tényleg vállalhatatlan, a legspúrabb, hogy is mondjam csak, legolcsóbb, legváratlanabb NASA ajándék, amit kaptatok, és ami tényleg meglepő volt. És aminek mondjuk egy üzenetértéke volt. Aminek volt üzenetértéke, hogy egyszerűen úgy éreztétek, hogy igen, hogy nem akarnak túlságosan sokat költeni. Hát nem rátok. Szeretnek ezt még nem annyira. Csináltuk meg. Igen, nem szeretek annyira, vagy nagyon spúrok. Ez érdekes téma, de ez még valahogy nem volt, hogy a nagyon olcsó, nagyon megúszós NASA ajándék. Az egyik rokon gyümölcskosarat hozott a kertjébe, leszed egy gyümölcsökből. Milyen szép. Azzal a kikötéssel, figyeld, azzal a kikötéssel, hogy a kosarat majd adjuk vissza. Már érzem, lesznek jó SMS-ek. Jó, itt vehet az almához, nem permeteztük, de a kosár 4500 volt, azt kérjük Karikám vissza. A kosarat a végén, ne felejtsétek el. Igen, létszem. Aldiba megyünk hétvégén vásárolni. Nagyon rossz. Két darab óvszer borítékba. Figyeld. Ne szaporodjatok. Véletlen se szaporodjak. Anti küldte nekünk. Nagyon durva gyerekek. Nagyon durva SMS-ek vannak. Legdurvább NASA ajándékunk, nagy lagzit tartottunk, 180 fő. Másnap bontogatjuk a feleségben a borítékot. Az egyikben egy papírlap volt. Egy Adi verssel. Jaj, de szép. Jézus Mária, gyerekek. Volt ott még legalább egy nem tudom, egy aha, nem. Ne, valami kesmel. Valami biztos, nem. Elnéztétek, egy nem dobtátok. Egy papírlap volt egy Adi verse. Azért, hát... Na, hát az nem kell mindig jól járni. Meg a kultúra. Mi volt az a vers? Mi volt az a vers? Legjobb barátom volt a tanúm, hagyomány szerint elég oda kellett volna tennie minden téren magát, de csak arra futott, hogy kaptam egy papírlapot, amit a kutya szájából szedtek ki, egy nyomtatott papír volt, igazából egy voucher, ami arról szólt, hogy kaptunk egy kétszemélyes hétvégét valamelyik wellness szállodába, de nem nyáron, hanem októbertől februárig, és csak az egyik személyt fizette ki a két főből, a másik személyre kellett volna még 40 000-et fizetni. De nagy, hát végül is adtad. Hát, Na figyeld, ismerősöm apja egy zacskó chipset és egy tészta szűrőt adott NASA ajándékba, ehhez vágjál jó képet. Az összefüggést nem látom a igen kettő között. A chipset. Igen. Az öcsém és a barátnőre annyira skót, hogy borítékban kockás papírral kézzel írt szerelmi idézetek voltak, még a menyecske táncra és ezzel készültek. 6 ilyen borítékot találtunk a tánc után, és a NASA ajándékon felül. Ráadásul nagyon csúnyán írnak. Alig várom az esküvőket, hogy ezt a szép gesztust visszaadjuk. Borítékban kockás papírral kézzel írt szerelmi idézet. Ez a NASA ajándék, gyerekek. Mert személyeset akartak. Hát nem akartak megsérteni tényleg egy fritóval, vagy egy étkészlettel. Na, ugye a 20. bot mixert. Mi a francnak? Ez szerelmi üzenetek. Azt a mindenségét neki. 15 év után házasodtunk össze. Anyósom azt a fényképet adta, egy fénykép ellátott bort, amit mi adtunk nekik anno, amikor összeházasodtak a férjével. A fényképen ők voltak az esküvőjük után. A bor finom volt, hiszen mi választottuk. Úristen. Bátyám esküvőjén az arra rokonai borítékba papír 200-as tettek, miközben csak a vacsora volt, akkor tájt 5000 forint per fő. 200 forint borítékba, gyerekek. Egész éjjel játszották a nagy menőt. A videó felvételük berült ki, hogy kik voltak a boríték, na, akik a borítékot adták. Ez mindegyikben 2-3 darab 200 forintos volt téve. Úristen. Ugye a videóról mindig megfeledkeznek, Jézusom, hogy az alapján be lehet azonosítani nagyjából. Mondjuk, hogy a 20-an dobnak be üres borítékot a mennyasszony táncnak, akkor már egy picit nehezebb, de amúgy tényleg be lehet azonosítani, hogy ki volt a súly. Igen, vannak egészen vállalatlanok. Ismerős elvitt egy kiló kristálycukrot az esküvőre, NASA ajándékba, és azt mondta,
mondta, annyi eurótok legyen, ahány szem cukor van. És most ígyunk. Egy kiló kristálycukor, annyi eurótok legyen, amennyi kristálycukor szem van ebben az egy kiló kristálycukorban. Úristen, gyerekek, azért ezek nagyon kemények. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello, Kata. Sziasztok, igen. Adtál vagy kaptál? Sziasztok. Én kaptam. Na, mit kaptál? Hát ez már jó ideje történt, már 10 éve volt az esküvőnk, és ott az egyik kedves baráti pártól mi a férjemmel egy swinger klub vouchert kaptunk. Wow, ne csináld, de ki volt ez a kedves? Hát ez egyik régi barátnőm és a párja, akiről egyébként mi nem tudtuk, hogy ők ilyen helyre jártak volna valaha, tehát nem tudjuk, hogy ez egy első alkalom lett volna nekik is, vagy velünk szerették volna ezt kipróbálni, vagy ők már rutinosak ebbe. Egy ilyen páros, 4 személyre szóló meghívás volt ez, egy ilyen módszer formájában. Egy esküvő, de hát menő. Nem nagyon tudtuk, hogy most ez komoly vagy nem komoly, de aztán kiderült, hogy egyébként ez tök komoly, várnak minket szeretettel, nem váltottuk be. Hát most még. Majd, eltelik pár év. Így van, nem dobtuk ki, tehát a fiókba őrizzük, úgyhogy bármikor. De ez egy konkrét helyre szól, konkrét helyre valahova? Igen. Ez felfoghatatlan. Aha. Azért, hogy az emberek mit gondolnak tényleg az esküvőre, azért, mert ők így élnek, tehát ez nem felfoghatatlan. Van rajta dátum? Igen, nem. Lejár ez a voucher? Ne, átveszünk. Jani átvállalná. Szerintem nincsen rajta dátum, mert nem tudom, hogy a hely létezik-e még, de ennyire nem mélyedtünk bele, tehát annyira sokkot kaptunk, hogy nem tudtuk, hogy nem nevettünk, vagy szírjuk, igen, hát ez vagy nem poén, vagy komoly. Legkevésbé rólatok, szóval ez inkább róluk, persze. Hát, valószínűleg igen. De egyébként imponáló volt, hogy ránk gondoltak, csak hát úgy voltunk vele, hogy ezt milyen fogjuk beváltani. Azt a mindenit. Nagyon köszi, hogy írtál, ciao. Sziasztok! Szia. Azért ez is kemény swinger klub meghívó. Használt olajsütőt kaptunk nász ajándékba, úgyhogy el sem volt mosva. Hát kipróbálták, nem, hogy valami szart adjon. Persze nem merték megmondani, hogy ki volt, csak betették az ajándékok közé. Gondold el, fogsz egy olajsütőt. Leéget, kiveszed az olajat, úgyhogy nincs ez, hogy kiöntöd belőle az olajat, és berakod. Gondold el. Jézus, Atya Úristen. Beüzemelték már, neked ezért se legyen gondod. Azt a mindenit neki. Hihetetlen. 10 darab 70 centi magas paradicsom karót anyósomtól, mondván jól jön majd a háztáiba. Magam csak annyit mondtam, hogy nálam is van egy karó. Ez majd a lányodnak jól fog jönni. Azt mondja, sátoros lakodalom, üres boríték, gyerekek. Üres boríték. Nagyon durva. Az esküvő napján nem kaptunk semmit párom szüleitől, ők nem igazán bíztak a mi frigyünkben, kötöttek nekünk egy lakástakarék szerződést, persze a saját nevükre 4 évre, hogyha addig együtt maradunk, akkor megkapjuk. Szóval 4 év után kaptuk meg a rászállókat. Biztonsági játékosok voltak. Nem hiszünk bennetek, drágám, ha 4 év, akkor ez most a saját nevünkre szól, ugye nem haragszol, Katikám. Ez most 4 évig nekünk szól. Ha és amennyiben 4 év után ez együtt vagytok, akkor sok szerencsét hozzá, addig a nevünkre szól. Aktatácskás étkészlet. Gagyi aranyozott változat 2013-ban. Mi ezt kaptuk? Kaparós sorsjegyet kaptunk, ezt egyébként nagyon sokan írják, de várjál, lekaparva. Nem nyert. Nem kaparsz, majd én kaparok. Na, te van. Csak leellenőrzöd, hogy nyertél-e. Reménykedjél. Hát mi van, ha van rajta 3-1 milliós összegért? Na, ne dobd el, egyből mele van kaparva. Csak leelvették a kaparás élményed, attól te még nyerhetsz. Persze. Hát ne viccelj. Hát ennyi az egész. Na. És lehet, hogy mit lekaparva. 3-4 is lehetett rajta. Lehet, hogy az egyiket vették le, érted? Lehet, hogy szuperbankó volt. Nem vettétek észre, van rajta 3-1 forma zebra, érted? Mi van, ha nem vettétek észre? Lekaparva, úristen. Yeah. Mi nász ajándékban az asszony keresztüleitől egy egyszemélyes paplanhúzatot kaptunk. Úgyhogy még az ára is rajta volt. Egyszemélyes paplanhúzat. Nagyapámat rendszeresen vittem ide-oda a saját kocsijával, amit az eskü után bejelentette, hogy a bírságot kifizette, helyettem ez a nász ajándék. Sosem láttam természetesen a bírságpapírt. Úristen. Jézus Isten. Esküvőn volt 2009 októberében, másnap ajándékbontás, egy üres borítékot kaptunk természetesen név nélkül. És kaptunk egy másik borítékot is, amiben 1 darab papír zsebkendő volt, ez is név nélkül. De ilyenkor ezt miért teszel? Mondjátok, miért teszel be egy üres borítékot? Miért nem teszel akkor semmit? Tehát, igen, vagy akkor nem menj el. Vagy akkor vagy nem mész el, vagy kimaradsz a közösbe berakásnál, úgyse veszik észre, hogy te most kimaradtál vagy nem, és nem teszel semmit. Tehát az 1 darab papír zsebkendő egy borítékban, az miért? Miért bántod meg őket? Akkor ne adj semmit. Az üres
Vizes boríték miért jó? Jó, hogy lássák, persze, a rokonok, hogy te adtál. Ja, hát olyan nincs, hogy oda mész, mondjuk menj a szonytáncra, és akkor nem adsz bele semmit, mert kell adni valamit. Tehát ki meg, mert rögtön megszólnak, megjegyzik, hogy nem adtál semmit. A buliból meg nem akarsz kimaradni, elmész, eszel, iszol, aztán odaadod az üres borítékot, és le van tudva. És ugye, mivel nagyon sokan adnak be borítékot, ezért elviekben nem tudják meg, hogy ki volt az, tehát már az említett videófelvétel például már bizonyíték erejű lehet. Ezért nagyon fontos, hogy mindig olyan szöveg nélküli, fehér, teljesen standard, egyszerű postai borítékot kell odani, hogy ne lehessél beazonosítható. Férjem, a nagyanyámtól kapott az esküvőre saját anyja sírjáról egy kinyomtatott, bekeretezett képet. Atya úristen. Azt a mindenit. Hogy van ez? Férjem, a nagyanyámtól az esküvünkre a saját anyja sírjáról bekeretezett hogy képet. Hogy a nagymamára is emlékeztetek. Igen. Igen, tehát a nem a nagyanyjától kapta, hogy aha, az anyjára emlékezett. Tehát a dédmama. Nem, vagy a nagymama anyjáról, vagy a férjének az anyjáról lehet, aha, hogy ő meghalt. Igen. Vagy a déd nagymama sírjáról. Hát olyan sokat jelentett számodra a dédi, hogy egy szép kép a sírjáról, rakjátok hálószobátokba. Én egy hamis $100 kaptam, amiből majdnem rendőrségi ügy lett, ugyanis kifizettem belőle a fotóst. Falu küldte nekünk, atya úristen. Én kaptam az egyik rokontól egy borítékot, ami a következő volt. Sajnos ez most nem nyert. Nem már. Jézus már, gyerekek. Mennyire hajás rohadék. Jézus, atya úristen. Aposomtól kaptunk eljegyzésre egy tévét, majd utána minden hónapban hozta a törlesztő csekkét, hogy adjuk oda. Berti küldte nekünk. Nővéremtől elektromos kenyérvágó. Sárgulva az időtől keravil blokkal. Megmaradt. Nem, egy nem elektromos kenyérvágó sárgulva az időtől keravil blokkal. Nagy azért az nem most volt. Használhatatlan. Tehát ki az, aki használ elektromos kenyérvágó? Nincs már ilyen. Ez egy nem létező műfaj. De a blokkot eltették. Anyósomtól annó nász ajándéként Dosztojevszki Bűn és bűnhődész című könyvét kaptam. Azért gyerekek. A kultúra. És a bűn és azért ennek van egy fontos üzenete. Bűn és bűnhődés az anyóstól. Bűn és bűnhődés. Sogrom egy láda kőbányait adott, majd hozzátette, hogy üresen adjam vissza, mert vízre szeretné váltani. Gyuri írja egyiket, hogy mennyire profi. Azt mondja, hogy nálunk Erdélyben az volt a hagyomány, hogy mikrofonba bemondták, hogy ki mennyi ajándékot, zárójelben pénzt adott ajándékba, vagy az ifjú párnak, és elég gáz volt, hogy a keveset adtál. Tehát, hogy ott nem lehetett igen, üres borítékot. Nem az üres borítékot. Nincs benne semmi. Megsárgult kenyérszeletelő keravilblokkal. Köszönjük Erikáiktól. Igen. Nyányosométól egy mikrohullámú sütőt kaptunk, 6 darab csekkel, hogy fizessük ki. Ő ingyen hozta el nyugdíja a szelvényével a médiamárból. Azt a mindenségét neki nagy tévé és a dobozban 12 havi részletet tartalmazó befizetésre váró csekk, gyerekek. Tehát letették az ön előtt valamennyit, de azért egy 20%-ot, de a 12 havi csekket azért berakták. Úristen! Azt a minden. Borítékban zsebkendő 3500 forinttal, bocs, de csak ennyire futott a üzenettel. Azt a minden. Gyerekek, nagyon durva SMS-ek vannak. Azok is írhatnak, akik betették az üres borítékot, hogy miért? Vagy a papír zsebkendővel. Nem? És hogy megjött a minden idők, igen, hogy miért? Miért? Hogy miért? Utáltad őket? Akkor igen. Minek mentél minek el? Mész el? És itt van a legjobb, ever ezzel hagyjuk abba, ezzel adjuk meg a kilépőt. Lecsókolbász újságpapírba tekerve. Meg vagy haver. Annak kösz, van stílusa. Ez itt van egy jó lecsókolbász. 800 forint volt a kokilója. Újságpapírba tekerve. Meg vagy. Na. Megvagy. Nem tudjuk, nem ismerik a vőlegény meg a mennyasszony szokásait, érted? Lehet, hogy éltek, haltak a jó lesó kolbászos paprikás krumpliért. Atya Isten. Na jó van, köszi az SMS-eket. Jövünk mindjárt 3 perc, szóval pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Di-di-di-di. 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello. Szevasztok, sziasztok, hello. Jó reggel. Na, mi jobbulást. Megütögessem a kis hátadat? Mi lehet ezekben a teában? Gondolkodtatok még rajta? Hogy miért van az, hogy mondjuk egyetlen 20 óra megiszok belőle fél litert, és utána pedig 10 perc múlva már kint állok, és... Ha a laposföld elméletes választ akarsz... Azt akarok. Ebben egy olyan anyag van,
ami rákényszerít arra, hogy csak idd, csak idd. Ezzel generálnak vásárlást és zsebelnek. De mi a tünet? Én utálok azt, hogy minden tünet. Nap, nem, hogy minden nap akar. A véredényeim mosatlanok nélkülön. Jazz meg az. Igen, jazz meg az. Mekkora zenekar. Az, hogy így elkezded, én nem vagyok egy ivós típus, de amikor ezt a teát elkezdem inni, akkor abban a pillanatban így lecsúszik belőle úgy 4 deci, így simán, és alig marad a, de tényleg kibontom, és így lenyeltem az egész. Én ne magad minden, rendben van ez így, fogadd el, hogy jól csinálod. Most jó. Nem csak süti van, hanem ez is. Lásd a jó oldalát, hogy egyszerűen csak ízlik és megiszod. Jézusom, de egészségesnek tűnik. Szóval, megjött a topnál szajándék gyerekeket. Nem tudjuk abba hagyni a témát, belefutottunk itt 7 órakor egy ilyen ceremóniázás, koronázás, május 6 szombat londoni Westminster apátság, majd belementünk a legkelmetlen nászajándékokba. Hivatalos és Karcsi, harmadik Karcsi lesz. Harmadik Károly király lesz, ugye, és Kamilla királyné, ez nagyon izgalmas. De hogy ugye aztán ki milyen nászajándékot kapott, ami szinte vállalhatatlan, és megvan gyerekek. Tehát, hogy ez megvan, top nászajándék, egy papírcetlire, ez volt írva, korlátlan használat Jancsi bátyád után futójára. Mi kell más, mint bármikor elhozhatod, érted? Jancsi bátyád után futóját. De jó. Hát korlátlan ki tudja, használat. Na. Korlátlan használat Jancsi bátyád után futójára. A gyerekek, ne nézzük le ezt az ajándékot, én azt mondom, van olyan pillanat az életben, amikor nagyon kell egy utánfutó, igen, és akkor Jancsi bátyádra számíthatsz. Csak elmész érte, fölcsatintod. De bármelyik, akkor hozod vissza, amikor egy magyar novella, vagy színházi darab, egy őrkény, Pintérvére, a korlátlan használat Jancsi bátyád utánfutójára. Talán a Pintér tud ilyet írni valamelyik darabjában, okay, elképesztően jó. De nincs vonórog a kocsinkon. Jancsi bátyán, köszönjük. Azt a mindenségét neki, gyerekek. Nagyon, nagyon, tényleg 10-ig tudnánk olvasni, tehát egészen durva, hogy mi történik. Vagy hogy milyen ászajándékokat kap az ember, tényleg elképesztő. Papírzsebkendőt azért tesznek bele, hogy vastagnak érezze a pár, amikor átveszik. Aha. Ezeknél van otthon a rántott kenyér szelet hús helyett. Tehát ez a megfejtés, ugye nagyon sokan kaptak papír zsebkendőt borítékban, és azt találgattuk, hogy miért teszel bele egy papír... Ja, a Laci csinálja a turmixomat, bocsánat. Behallatszik, és készül a fejjel turmixot. És tehát a papír zsebkendőnek az az oka, hogy akkor, amikor te átveszed a borítékot, nem tudtam, nagyon vastag. Akkor vastagnak érezd. Berakod a többi közé, de mikor reggel kibontod, akkor már nincs ráírva gyerikáiktól. Csak egy üres borítékban papírzsebkendővel. Fú, gyerekek, azért milyen szemét tud lenni az ember. Ne vigyenek, akkor ne menj el, ha utálod őket, akkor mondd azt, hogy nem érünk rá. De persze, csak azért most, hogy végzabálva meg, hogy ne sértődjenek meg, azzal sokkal jobban megbántod őket, hogyha nem az semmi. Igen. Nyáron meghívott a gyerekkori barátom az esküvőjére, él ezek a tanú, köszi az ötleteket. Szívesen. A tanúnak oda kell tenni magát, tehát te két borítékot is vigyél zsepivel. Igen. Na gyerekek, ez sem volt még témánk, amilyen hírt találtunk. Egyre többször olvas, nem tudom, borzadva nézitek-e, vagy tériszonyosok vagytok. Valaki tériszonyos, senki nem tériszonyos. Te ugye mászol, Jani, te nem. Én nem nagyon szeretem. Te nem nagyon mész magasra. Nem, ugye? Nem nagyon kedvelem. Azt, amiről meg beszélni akarsz, azt meg különösen nem. De fölülni rá kedveled? Nem. Nem is kedveled? Nem is ülök föl. Ne és ráadásul nálunk a lőrinc ájra fog összeszorítva fölülnék, de amiről szó lesz, azokra én nem, gyerekek. Ja. Ez a hullámvasút, erről szól a hír, és ráadásul a családom nagyobbik része meg imádja a dolgot, és Panna például állandóan, de apa ülj fel velem, mondtam, kicsim, nem, ne haragudj, szeretlek, de én összekakilom magam ettől. Vannak benne elképesztően jók. És valamelyik lap láttam egy völgyhintát. Van egyébként, Mátrában is van nagyon jó völgyhinta, de láttam egy olyat, ami ilyen 200 méteres szabadesés. Igen, ugye a völgyhint, hogy valahol van egy fix kötél rögzítve, tehát ha valahol beleugrasz a semmibe, zuhansz le, mint a bungee, és egyszer csak elindulsz előre, és hintázol egy nagyot. És a legjobb, amikor hanyat fekszel háttal az iránynak. Teljesen. És nem mondja meg, teljesen, hogy mikor engedi, úristen, de nagy. Teljesen eszement. Ugye ismét ki kellett menteni az utasokat Nagy-Británia legnagyobb hullámvasútjáról, gyerekek. Na, rá is keresünk. Legnagyobb hullámvasútjáról, ahonnan le kellett sétálniuk az erőszél miatt, április 23-án, műszaki miatt és erőszél miatt, de Big One nevű hullámvasútról Blackpoolban gyalog kellett lemászniuk, ott, ahol... Én már hosszú vagyok. Megállt a hullámvasút a legtetején.
A leges legteteje. Ó, tehát ahol tényleg sikítva kapaszkod. Na most gondold el, ha mondjuk te tériszonyos vagy, de tudod, hogy csak egy pillanatra vagy fönt, jössz le, fölülsz, mert szeretsz borzongani, le kellett mászni, gyerekek. Le kellett mászni. Saját lábukon a borzongásra vágyóknak. Ez a Pleasure Beach nevű tengerparti élményparkban működik. 71 méter magas hullámas út, onnan kellett lemászni. Az szép. Szokatlanul erős szél miatt a menet közepén egyszer csak megállították a szerelvényt. Figyelem. És a nagy szélbe sétálj le onnan 70 méter magasról. De várjál, miért az erőszémi fölborítja a hullámvasutat? Kilök a sztoriból, vagy miért? Hát vagy magát a kocsit leveszi a sínről, bár szerintem ennél komolyabb biztonsági intézmény. De hát téged nem szed ki a kocsiból a szél, tehát valószínűleg ott a kocsival lehet valami gond. Ott sétálnak, lefele. De az, figyelj, ez nagyon durva. Nagyon durva. Óriási, figyelj, ez a 70 méter, az nagyon súlyos. Az nagyon súlyos magasság. És akkor mi van, ha pánikrohamot kapsz? Mi van, ha sírva szorítod a hullámvasutat, hogy nem tudsz lesétálni? Akkor fölmennek, érted? Levisznek? Hát. Leemelnek? Hát nem vagyok benne biztos, hogy azért ott mindenkinek van lélek jelenléte lesétálni. Tehát beszorul hullámvasutat, eleve megáll. Már állsz, már szerintem az is nagyon durva, hogy hirtelen megállsz, és nem tudod, mi van. Igen. És én is tériszonyos vagyok, de hullámvasútra felülök. Mert ugye gyorsan fönn van, de már jön le, és azt imádom, de rettegsz. Én minden hullámvasútra felülök. Bárhova megyünk, hullámvasútazunk. De amikor az emelkedőnek a legtetején 70 méterről kell lesétálnod, és képzeld, mire megállítanak, amennyit állsz, mire megkapod az infót, hogy sétálnod kell. Ez nem 5 perc. Ne. Tehát valószínűleg nagyon sokat. Fönt, és üvölt a szél fönt 70 méteren. Lögdös a szél. Képzeld, ahogy itt sétálsz le, ott pont oldalba kap. És nyilván elkövetik ezt a hibát, hogy bemondják, amit be kell ilyenkor mondani, hogy mindenki nyugodjon meg, mindenki biztonságban vagyunk. Tudod, várj, hogy szólnak? Nem mindig rögtön bepánikolsz. Ez oké, de hogy szólnak? Nincs hangos bemondó. Nincs egy ilyen figyelem. De ki felbaktat egy csávó szerintem a gyerekek? Na most az van, hogy bármi. Biztos ízni van. Csak van egy ilyen hangos bemondó. Hát ez nem a magyar hullámvasút, hogy ül-elül egy kertészgatyás ember. Már a magyar. Azon is féltem. Várjál, tehát ez nem az a hullámvasút, hogy hátul egy ilyen masinista jelű kertészgatyás vidámparkos logós csávó, és vezeti a hullámvasutat a viharvasúton meg a hullámvasúton. Tehát ezt neked valahol bemondják, vagy fölhívnak, 70 méter magasan vagy egy hullámvasúton. De mi fölsétál egy csávó? Megállsz 70 méter. Hol van kiépítve a hangszóró? Miért lenne ott hangszóró? Szól a zene, hát ez egy vúrsli, egy vidám park. Ja, csak be lehet mondani valamit, hogy kérem, szépen meghibásodott. Na de várjál, te ott személyzet nélkül nem indulhatsz el magadtól. Ez is igaz, hogy tehát akkor valakinek úgy vagy... föl kell menni. Bocsánat, kérem, kössék ki magukat, szálljanak ki, ki indul el először, hogy indul el először, hogy szállsz le, hát milyen sorrendben indultok, hát azért az nem ilyen egyszerű szerintem, ez egy konkrét mentés. Amikor fölmennek, érted, és jó pszichológiai érzékkel leszednek a hullámvasútról. Figyelj, egyébként, hogyha mondjuk gyalogolva, vagy gyaloglásképpen nézzük, akkor hát nem annyira nagyon súlyosan meredek. Tehát itt azért bele kell kalkulálni, hogy kocsival mész, nagy sebességgel, stb. Azért az ütős tud lenni. De szerintem ők a lankásabb részén sétáltak le. Nem, hát majdnem, ez most egy másik kép, majdnem a tetején áll a történet, és ugyanúgy ott jönnek le. A tetején állt meg a sztori. Nincs több kép. A lankásság, az erősével, 70 méteren, és jobbra sincs semmi, meg balra sincs semmi, egy lépcsősor van vasból hegesztve. Ilyenkor hát, be kell csukni a szemedet, és akkor szépen úgy lépegetni lefelé, hogy fogod magad mellett a korlát. Nem szabad lenézni. Köszi. Ezt magyarázd el annak, aki be van ettől recsítve. Egyébként nagyon durva a sztori, azt mondja, hogy a világrekordot egy Richard Rodriguez nevű csávó tartja, ő 112 egymás követő napon ment a Big One-nal. Lehet, hogy ő volt a kocsi elején. Érted? Tehát, hogy figyelj, 112-szer ment le. Tehát, hogy nagyon, de minden nap lement egyszer? Minden nap. Lement a Big One-nal. Igen. 102 volt az azt megőrző rekord, és 112-szer ment le. Nagyon durva. Én nagyon szeretem ezeket a hullámvasutakat. És zseniális. Ültetek már olyan igazán komolyan voltatok? Nem igazán, én a Budapestére nem mertem ülni. Ne csináld! Engem egyszer leszedtek erről, nem meséltem még. Erről a fa szerkezetű... Erről a fa vacakról. A régi párom óriási rajongója volt ennek, na mondom. A klasszik hullámvasút. A hullámvasút volt meg a ciklon. Igen. Ez a kettő volt. A ciklon volt a fém, a hullámvasút az pedig a fa.
Na, kimentünk ide a Vidán Parkba, mondtam, hogy akkor szórakozzál, drágám, de hogy én üljek föl vele mindenre, mondtam, biztos, hogy nem, én ezeket gyűlölöm, már a újkígyósi búcsúba se szerettem, pedig az nem volt nagy, mert ez ilyen három méteres a pukli. A sergő nem ugyanaz. Három méteres pukli volt benne, hát figyelj, úgy szedtek le, hogy fehéren szorítottam ezért a kapaszkodót, és a csúcspontja... Hát pedig azért az nem egy caott azért, hogy nem dobod el az agyad. Én nem szeretem. Hát kicsit zakatolgat, kicsit ott ül egy ilyen kertészgatyássával, hűlt elő? Persze, tudod, fékezés, minden volt. Felfogadatlan, az a hullámos, hogy tényleg felfogadatlan. Igen, meg műemlék. Mire bármi történne, már vége van az egésznek. Tehát, hogy így várod a csodát, aztán gyerekfejjel még így csak-csak te. De nekem a legdurvább az egy ilyen, ez a szabadeséses volt, ez valahol Ausztriában léptük meg, még egy mit tudom, egy 10 évvel ezelőtt, ez jó pofa volt, tehát ez amikor tudod így fölhúzni. Szépen lassan fölhúz, és utána pedig gyakorlatilag egy szabadesés produkál egy ilyen 50 méteres magasságból, az nagyon tetszett. És körbeültök rajta, és akkor ültök egymás mellett, és akkor mész, megáll, pum, és így leresztél, és gyakorlatilag lezuhansz, és a vég előtt egy ilyen pár méter, így Borzasztó durva lehet, igen, amikor így valahova beszorulsz, vagy valami megáll veled, vagy én nem voltam soha ilyen helyzetben, de amikor talán liftben, de hogy így egy ilyen autóba, liftbe, alagútba, hullámos, valahova beszorulsz, vagy az ott hirtelen ott fölülsz valamire, és ez nem úgy alakul, vagy beszállsz valahova, az szerintem az egy maradandó trauma, az, nem? Az. Nem tudod kezelni a helyzetet, nem te vagy a parancsnok, az a legszörnyűbb benne. Tehát oké, és azt gondolod, igen, azt gondolod, hogy oké, fölállok, szeretek hullámos utazni, lesétálok, ez szerintem nem ilyen egyszerű. Én egyszer beszorultam az ágynemű tartó alá. Majd ezt mesél. De ezt mondtad, hogy ez egy hete volt. Tehát, hogy ez igen, nem... nagyon. Még mindig imádtok bujócskázni Mónival. De tényleg. De mit csináltál ott? Hát az történt, hogy Magdi betekert egy szőnyegbe a nővér, és begurított az ágynemű tartó alá. És ott hagyott. És beszorultál. Tényleg azt játszottuk, nem tudom, hogy honnan jött az ötlet, gyerekek voltunk, hogy betekertük egymást a szőnyegbe, és ezt ő nagyon viccesnek találta. Aztán arra nem emlékszem, hogy én betekertem őt, de hogy ő betekert engem, az 100%-ig biztos. Aztán megfogott, és egyetlen mozdulattal begörgetett az ágynemű tartó alá. Én pedig mint egy ilyen kötözött sonka, így benn voltam, gyakorlatilag az ágynemű, moccani nem bírtam. Jó, hogy ne fulladtam el. És ott hagyott. Rácsukta az ágynemű tartót legalább. Én hosszú éveken keresztül, nem, alatta, hát lent a lábak között, szépen benn voltam, alatta, gyakorlatilag egy ilyen 20 centi az egész, semerre nem tudtam megmozdulni, ma zokogtam. És kiabált, hogy édesanyám, meg édesapához éppen dolgozott, apám valahol Máté szaka magaságába járt egy órát zille. Voltál bent? Nem, egy pár percet, mert zokogtam. Tehát teljesen kikészültem tőle. És meg is maradt, nem? Meg, szerintem igen. Nagyon, ez nagyon durva lehet, nekem semmilyen nem volt, de mik a nagy klasszikus beszorulós helyszínek? Liftbe tudsz nagyon beszorulni? Anyád rátok nyit. Na, akkor az ott beszorulsz. Az egy klasszik beszorulós helyzet, igen. Onnan ki nem jössz. Szóval nem volt ilyen, de szerintem ezeknek ez egy életre szóló trauma. Hova tudsz úgy nagyon beszorulni tényleg? Leginkább a lift, nem? Tehát az ahol mondjuk az jellemző. Megáll. Az borzasztó lehet. Nekem az volt egy 2 órás beszorulás. Legalább. Na de amíg nem adod le a jelzést, amíg nem szólsz valakinek, amíg nem tudják, hogy ott vagy, addig szerintem az ijesztő. Ha már valakivel kontaktálsz, és azt tudja, de amíg szerintem nem, vagy üres lépcsőházban valahol mész, és csak megállsz. Szerintem ott is a magasság az, ami dominál. Tehát, hogyha azt tudod, hogy mit tudom én, hogy Magyarországon nincsenek olyan magas liftek. Tök mindegy, ha a hatodikon áll meg, vagy a másodikon, nem? Nekem tudod, mondom. Mi lenne, hogy jaj a levegő, igen. Hogy tudod, nem kapunk levegőt mindjárt, meg a bezártság érzés, hogy nem tudsz kimenni. Magyarországon nem csinálnak olyan liftet, amiben nem menne bele. Három évvel ezelőtt például Horvátországban voltunk a gyerekeket, Csúszda Park. Van a zárt csúszda. Ami sötét belül, tehát úgy zárt. És beszorultál. Beszorultál. Megállt. Nem szorultam be, csak megálltam. És imádtam, négyen háttal, netelibe vertek, de nem tudtak kinyomni. Olyan voltál, mint egy szaloncukor. Mert én azon is féltem, de a gyerekekkel le kell csúszni, azon mégsem mutathatod, hogy mennyire izé vagy. Leszaladtak a halashoz, és hozta 10 liter olajat, és utánöltött. A bárna kicsúszott. Megállt! Szorulás! Na most várjál, mert ugye mész a sötét csőbe, és én azon is féltem, tehát lassítottam magam. Te hülye vagy, nem szabad. Becsukni a szemettel, paragyim. És a harmadik kanyarba pedig annyira lassítottam, hogy megálltam. Ne. És akkor jutott eszembe,
hogy ott állnak fönt az emberek. Hát hogy ez az? Hát azok, nincs a fal, vagy nincs ott ember, aki ül és jelzi, hogy mehetsz, akkor azok telibe vernek hátulról. Hát fej, hátrajt, karok leszorít. Üvöltöttem, mint az állat, hogy ne csúszszak, beszorultam. Jézusom. Új, nagy jó, de az igen, hát az, ott el kell csukni a szemed, ott már menni kell. Meg ez a, meg hát a legnagyobb az benne, pont az benne, hogy irgalmatlan sebességet. Nem. Érsz el, és az, hogy meg itt kirobbansz a csőből. Bármi lehet a sötétbe. Ja. De igen, azt a minden segít neki. Ha itt egyszer, hogy én is másztam virágért még kicsi korábban be. Egy csúszdába, mert megállt az egyik, megállt valahol így félúton, és így tudod, hogy várod a gyereket, várod, jön, nem jön, és akkor tudod, felnőtt fejjel be kellett másznom a csúszdába, és így fölmenni. Szerintem ez nagyon megmarad. Gyerekkorban beszorulsz valahova, vagy felnőtt korban szerintem traumatizált, ez egy borzasztó élmény. Beszélgettek egy kisfiúval. És nem is egy csúszdában, igen, megálltok valamelyik kanyarban, egy kisfiúval, és elkezdtek beszélgetni, dumcsizni. Írjatok gyerekek, jó, hova, ki hova szorul be, és mennyi időt voltatok bent? Tehát mennyit kellett bent tenni? 5 percet, 10 percet, mi volt? Jó, körhinta, vidámpark, csúszda, hálózsák, ágy alá, liftbe, írjatok, jó? Jövünk mindjárt 3 perc, ha pontosan, 8:30 itt vagyunk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó, rá kellett néznem, de meg vagyunk. Ennyi van. Milyen időnk lesz, Ferenc? Esős az ország középső részén, óriási csapadékok, attól nyugatra és keletre pedig valami más. Köszönjük szépen. Mégse így, akkor az bocs. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Ugye a nagy beszorulásokról beszélgettünk, ez sem volt még témán, ki hova szorult be, mi történt. Ugye itt a hullámvasút, a Nagy-Britannia legmagasabb hullámvasútjáról kellett lesétálniuk a delikvenseknek. Szerintem van, aki azóta ezzel fekszik. Tehát hogy az, hogy fölülsz egy hullámvasútra, az nem azt jelenti, hogy le is tudsz onnan, vagy akar sétálni. 70 méter magasról, süvöltő orkánerő is 100 km/h szélben. Tehát azért az nem ugyanaz. Lesuhanni, meg lesétálni. Kapaszkodsz. Nagyon kapaszkodsz, igen, sötét. Még a látszik, ahol a fotó készült, még azon is cseppek vannak. Tehát valószínűleg elkezdett esni az eső, jött egy nagy vihar vagy szél, és ilyen magukat húzzák rá a kabátjukat, hogy ott sétálnak le. Egészen durva képek vannak. Ezek a nagy beszorulások, ugye erről beszéltünk, hogy ki hova szorult már be, és hát egészen megdöbbentő dolgok vannak, ott megbeszéltük, hogy aki egyszer valahova, az valószínűleg életre szóló élmény. Főleg gyerekkorban, nem? Tehát ott, igen. Cukrász tanuló voltam, egy cukrász rám csukta a hűtőkamra ajtaját. Viccből lekapcsolta a világítást, csak nem tudta, hogy nem nyílik bentről, 3 fok volt bent. 30 perc után nyitották ki, és meglepődtek, hogy még mindig ott vagyok. Miért nem mentem haza? Mondtam, hogy nem volt rá lehetőségem. Aha. Azt gondold el, ha mondjuk hazamennek. Tudom. Az gondold el, ha hazamennek. Ezt egyébként soha nem érted, mert nyilván nem életszerű, hogy a félmarhák, meg nem tudom mik a fagyasztott termékek ki akarnának sétálni a hűtőből, de ugyanakkor meg biztonsági okokból tök normális, hogy kéne bent lenni, ki nincs neki. Van, nagyon ezen sok... is volt, csak ő nem tudta, hogy nyílik. Ja. Hanem általában egy ilyen zöld kis kallantyú, igen, vagy nem zöld, tök mindegy, de kallantyú, amit csak meg kell húznod. Aha, aha. Tehát működik bentről, csak ő nem tudta, hogy hogy. Na igen, csak nem, vagy nem tudott kinyitni, ja, vagy meg nem tudta. Lekapcsolt a lámpát is, tehát lehet, hogy ezért nem is találta meg. Az 3 fokba nem örülsz nagyon. Itt van velünk Simon. Hello Simon, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel, sziasztok. Te fejjel lefelé ültél egy hullámvasúton, amikor megállt? Igen. Gyerekkoromban Németországban jártunk egy ilyen, évente szokott lenni egy ilyen nagy rendezvény, ahol egy hétre összegyűlnek ezek a vidám parkosok, és akkor ott mindig bemutatják az új eszközöket, és akkor jelent meg a dupla Achterbahn, ugye, ami egy dupla 8-as tír le, egy ilyen gyönyörű nagy tempóval. És második vagy harmadik nap voltunk len, hát még gyerek voltam édesapámmal, és hát én egyedül ültem be, ő azért ezt nem vállalta be, és ezt úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen háromszög sín, vagy hát egy ilyen háromszög vázis, ugye középen csak egy sín. És egy ilyen váll leszorít, ahogy beülsz a székbe, egy ilyen váll leszorítóval fogadnak be az ülésbe. És hát meglendültünk, megindultunk a hullámvasúttal, jó magasra fölvitt, és valamilyen oknál fogva egyszer csak megfogta a fékrendszer. És én a második vagy a harmadik kocsiba ültem, és a 8-asnak mi már beleértünk a tetejébe. És ott lefogott a fék. És hát így lógtunk lefelé. Hát ugye, mivel fogta a válladat, ugye ezért csak így a hajunk lógott lefelé, meg így néztünk. Elég sok fiatal volt, a nagy
pánikra, ilyesmire nem emlékszem, de igazából ott lógtunk fejjel lefelé, és akkor ott elnézést kértek, meg hogy csak a automatikus fékrendszer, meg 45 percet álltatok fejjel lefelé. Hát egy ilyen jó fél óra, biztos, hogy eltelt legalább, apám elmondása szerint évek, de egyébként csak ilyen tényleg egy ilyen jó 30-40 perc, kioldott a fék, és akkor egy ilyen csiga tempóban lehoztak minket onnan. És akkor ugye mondták, hogy hát elnézést, meg új a gép, de ez csak a fékrendszer, de természetesen kárpótolnak, nagyon szívesen látnak minket egy körre vendégül. És akkor én mondtam apámnak, hogy hát én ki se szállok, akkor mehetünk még egyet. Ekkor újabb 45 percet rúgtam fejjel. Biológiak, hogy bírod? Hát 45 perc vér az agyadban, azért az nem, vagy 30 perc, az nem kevés. Tehát, hogy azért az... Hát nem kevés, de egy idő után valamilyen szinten hozzárendeződsz meg. Ugye nagyon nem tudsz fészkelődni. A kezeden kívül sok mindent nem tudsz mozgatni, mert ugye mi szűkebben ülsz, mint az autóba. Szűkebben ült, mint az autóba, mondjuk sokan kiszálltak, tehát nagyon sokan ott hagyták, meg mit tudom én, meg odaállt a mentő, de ilyen nagy dolgok, problémák nem voltak, de egyébként egy nagyon-nagyon jó hullámvasút. Másnap is visszamentünk, mentünk négy. Jó, hát ez nagyon egy, jó ez volt. Nagyon köszi, hogy elmondtad, csáó, vigyázz magadra. Köszi. Szívesen. Csáó. Kiránduláson sífelvonóban ragadtam bele több órára, se felnőtt, se telefon, semmi infónk nem volt, időközben besötétedett, ez 15 éves voltam. Két tartószlop között félúton állt meg a felvonó, az erős szél folyamatosan lengette a sötétben. Rettegek azóta magasban, ez mint 20 éve történt. Ezért ezt gondold el? Az is, nem? Örök trauma. Az. Igen. Átpasszíroztam a fejem a székrácsai között, vissza nem akart jönni. Az egy dolog, hogy én bőgtem, anyámnak nagyobb baja volt, hogy szét kell vágni a 100 000-es konyhabútól. Végül bekenték a fülemet valami csúszossal és kicibáltak. Persze a nővérem végig nagyon jól szórakozott. 9 éves korban nyaraláson liftbe szorultam, egyedül voltam, a siófoki piacon voltak a szüleim. Teljesen bepánikoltam, a lift két emelet között állt, meg a sírásomra jöttek a lifthez. Kifeszítették a lift ajtót és kihúztak. Jézusom. Végig azon rettegtem, hogy elindul a lift. Hogy elindul a lift és ketté vág. Évekig nem mertem liftezni. Aztán egyszer leküzdöttem, felmentem a 10-re liftre, nem akartam lépcsőzni. Ma már nincs gond, de mindig furán érzem magam, ha liftezni kell. Liftbe egyébként nagyon sokan beszorultak. Anyukám szorult be egyszer 6 órára a WC-be, mert kiesett a kilincs. A szomszéd hallotta, hogy kiabál, jajgat, de még ideges is lett, mert azt hitte, hogy hangosan nézzük a tévét. Igen, jó szomszéd. Azóta minden helyiségben van kulcs, és úgy van feltéve a kilincs, hogy hosszú fele legyen befelé. Laci küldte nekünk. Én egy zárt csúszdában rekedtem, olyan, ahol a matraccal kellett csúszni, viszont az enyém lapos volt, és a felénél megálltam a tök sötétben. Annyit hallok csak, hogy visít valaki, majd a következő pillanatban hátulról telibe kapnak, mind a ketten kicsúszunk az ajtaján. Azóta nem voltam ilyen csúszdán. Az egri minaret felső része, nem vagyok kicsi. Ja, igen. Az nagyon szűk, nagyon szűk, igen. Hát már fölfelé is egyébként. Igen. Itt van velünk Laci. Hello Laci, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt. A hangod alapján még mindig be vagy szorulva. Aha. Bajba vagy? Persze, most... Nem. Mi történt? Hát az van, hogy az ex-emmel ugye együtt voltunk, tudtam, hogy van párja, és hirtelen megjelent a férj úr. Hát mi van, mit tud tenni az ember, gyorsan be a franciágynak az ágynemű tartójába. Ne csináld, nincs ilyen. De. Mesztelenül. Egy jó óráig. Hát nem mesztelenül, egy szállal sogatjába, de egy jó óráig ott feküdtem, ott dekkoltam, hogy a férje legalább a fürdőszobába bemenjen, és el tudjak gyorsan srisztolni a lakásba. Azt a mindenségre. Az ruháidat ott... gyorsan bedobálta a csaj valahova? Persze. És ott feküdtél az ágynemű tartóba bent? Igen, ott feküdtem. Mekkora lett volna a csávó lefekszik a lépni? És mikor tudtál kijönni, vagy hogy jöttél ki? Hát a férj ugye elment gyorsan lefülődni, és akkor én gyorsan összeszedtem a kis öncémet, és mentem ki fel a halakásból. És nem is buktál le? Hát akkor nem, de utána igen. Utána lebuktál? Persze. Utána még egyszer rajta kapott már minket, akkor viszont nem tudtam elmenekülni sehova. Nagy verés volt? Nem volt verés. Hát korrektság. És figyelj, amikor benn volt, akkor nem gondolt el, hogy mennyire klasszik, mennyire klassz. Filmszerű, mennyire nagy jelenet. Fekszel egy ágy. Ilyet egyszer, igen. Tehát ez egy filmszerű jelenet, igen. Tehát ez... Igen, az volt. Nagyon kemény. Laci, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Együtt vagytok még az asszonykával? Nem. Megcsalt ő is? Azóta már külön mentünk. Uh-huh. Igen. Félrelépett? Akkor visszakaptad. Persze. Lehet, hogy ő most is fekszik egy ágynemű tartóba éppen. Köszi. Ki tudja. Ciao. Hello. Ciao. Azért az nagyon filmszerű, nem? Az.
hogy fekszel ott, egy alsógatyában ráadásul. Vonat WC-be szorultam be, hiába próbáltam, nem tudtam kijönni. Hallottam, hogy telefonál valaki a WC-ről, dörömböltem ki a bácsam, segítségbe szorultam, nem tudtam kijönni. Mire lenyitotta a kilincset, és kinyitotta az ajtót, mert befele nyílt. Tudod, ne rágatod. Először mentünk dobogókörre nyaralni, a hotelben fürdőkád volt, első este bedugtam az ujjam a csap kifolyájába, és beszorult. A csap kifolyába a tűzoltókat kellett hívni. Elbírjátok képzelni, hogy szüleimet első nyaralás 5 év után a tűzoltók vetettek véget, mert a hülye gyerek bedugta az ujját a csapba. Tomi küldte neki. Azt a mindenségét neki. Egyszer a barátnőmmel bebújtuk a szekrénybe, mert nem akartam még hazamenni tőlük, felborultunk a szekrénnyel együtt. Ordítoztunk, hogy szabadítsanak ki minket. Ajtóra esel. Igen, képzeld, ez ugyanezt mondjuk egy tojtójjal. Futár vagyok, liftbe szorultam, én hülyedűből belerúgtam az ajtaját menet közben, kifeszítettem az ajtót, és ki kellett másznom. Soha nem féltem úgy, mint akkor. Ugye, mert ott két emelet között vagy, valószínű valahol, szétfeszíted az ajtót, és látod, hogy fejmagasságban van mondjuk az a szint, ahova neked meg kéne érkezni. De ott ki kéne másznod, de mindenkinek van ilyen horrorfilmes élénye, hogy elindul a lift, és abban a pillanatban ketté vág. Úristen. Az milyen, amikor ott rászánod magad az indulásra? Páternoszterbe ragadtam be, annyi volt csak, hogy nem mertem kiszállni. Az. Nagyon durva. A Blahán volt annak idején, azt hiszem, hogy ott volt valami, nem tudom, valamilyen újság, magyar újságírók ház, mit tudom én, nem tudom, hogy Ma Hír, vagy ilyesmi, én oda bejárogattam, és mindig hátra álltam a lehető legtávolabb az ajtótól, mert nekem is folyamatosan az volt a parám, nekem nem ez a kettévág, hanem hogy levágja a cipőmnek az orrát. Hogy itt tudod, hogy ez a lábújjai, igen, hogy kilóg, véletlenül rosszul lépek be, kicsit bebamulok, és levág mondjuk egy ilyen 10 centit a lábaimból. Ott volt benne Paternoster, és mindig nem is értettem soha, hogy abból, hogy mernek, hogy tudnak úgy kiszállni, hogy tudod, kicsit kótyagos vagy reggel, nem érted meg az első kávé, hogy szállsz ki abból úgy, hogy nem történik soha semmi baj. Nagyon durva. Én egy mosodába lettem bezárva, ott volt egy nagy darab bajuszos mosodásnő, ő zárt be. Ja, Anna hívja közben, Anna hívja, jó, ha meghallgatjuk, akkor még ezt a történetet. 14 évesen leszöktem diszkóba, apám utána jött és berohant a ruhatárba. WC-re szorultam be, a kidobók szabadítottak ki. A Paternosterbe is sokan beragadtak, igen, asszonykájukba is sokan ezt is írják. Kerti budiba kergetett be a kakas 3 óra hosszára, nyáron 40 fok melegben. Nem ragadsz be, csak nem mersz kijönni a kakas miatt. Nagyapám bántetek, bőrcsizmával alárugottak a kakasnak. De tudom, hogy bebelnek ősz hába a budiba. Hát persze, meg akkor van a síp, igen. Nagyon hát, ha 6 éves gyerek vagy, akkor bemész a budiba, és nem mersz kijönni. Igen. Na jó, van, és egy utolsó esemény, egy mosodába lettem bezárva. Ott volt egy nagy darab bajuszos mosodás, nő bezárt, és addig nem nyitotta ki az ajtót, amíg nem adtam meg neki a számot. És persze megcsörgetett, hogy nem kamu számot kapott-e. Azóta félek a nagy darab bajuszos nőktől. Micsoda traumatikus élmény, nem? Én ilyen élmény nélkül is félek tőle. Rendőriskolában közlekedés során tanultuk a gépjármű átvizsgálást, és az egyik barátomat beküldtük a szünetben a csomagtartóba, gondolván, hogy a csomagtartót fogjuk megnézni. 40 percet feküdt bent szerencsétlen, mert nem jutottunk el odáig. Amikor már kopogott, hogy nem kap levegőt, akkor próbáltuk kiszabadítani. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket. Gyerekek, azért a hullámvasút jó dolog. Tehát jó, az jó. Menni kell, nincs az a baj. Most nézegettem Németországba egyet, ez a Colossus nevű, ez ugyanúgy fából van, mint a mi hullámvasútunk. Az egész fából van, és egész nagyon durva. Tehát jól néz ki, nagyon durva, de ott azért emiatt a faszerkezet miatt azért van egy kis plusz félelem, nem? Tudod, tehát, hogy így... Olyan bizonytalan. Egy picit olyan bizonytalan válik az egész. A fém az olyan masszív, olyan megbízható, de ez az egész, ez a Colossus, ez az egész fából van. Én nincs egy jó hullámvasútunk, gyerekek, komolyan mondom. Egy jó kellene azért nekünk, nem? Hogy hadd vidámkodjon ez az ország. Hát van ez a faszerkezet, az már nem megy, vagy nem tudod valami. Ott van a forint. Igaz, de azon nem nagyon vidámkozhat. Ha utazunk, azon együtt utazunk, azon 10 millió vagy együtt utazik. Igen, fel a kezeket, 4.30. Kiszállás, 3.70. Fel a kezeket, 4.20. Minden egyes kamat bejelentéstél az egész ország hullámos utazik. De nem úgy, nem tenne jót nekünk? Van egy a Balaton környékén, ott a Balaton felvidéknél van egy nem rossz, egy ilyen kicsit nemzeti park, kicsit kalandpark, ott az egész jó kis hullámvasút. A Sobri?
Nem. Fönt Balaton, Keszthely fölött van valami kis parkocska, az egy ilyen kalandpark, és ott építettek egy egész jót, kicsit rövid, de nagyon gyors, jó hullámvasút, tudsz csúszdázni, ilyen vízijátékok vannak, ott van egy hullámvasút, az egy jó hely valahol a Balaton. De Budapestnek kéne egy jó hullámvasút, kimész a gyereket, és hullámvasút azol egyet. Így van. Vegyék vissza az állatkertről azt a területet, ezt legyen ott egy hullámvasút. Igen, a ciklon, nem volt rossz, a ciklon nem volt rossz. Nem, aztán abból kiesett valaki, meghalt, és akkor azt lebontották. De a ciklon azért az abban az időben... Az menő volt. A menők voltunk. Tehát hát, nem azért tudom. Az nem volt egy... Abba volt egy... Meg utána volt az a Looping Star nevezetű, nem tudom, az még meg... Looping Star. Az mi volt? Az, amikor egy hurok már volt benne a budapesti vidámparkban. Looping Star. Jó, mentél egy hurkot? Jó, de jó, a egy hurok volt benne. A legnagyobb akkor is a hordó volt. Persze, hát az óriási. A hordó nagyon jó volt. Meg a elvarázsolt kastély. És a rakéta. A rakéta nagyon durva. Nem mondd, hogy nem volt jó rakéta. És akkor felemelkedtél. És akkor elkezdett így rászkodni az egész. Figyelj, szerintem én már azt látom, hát meg ugye látjuk a félben maradt építkezés, ez egy biodóm helyett lehet, hogy jobb lett volna egy jó. És az árából ki is. Én azt gondolom, hogy látva ezt a biodomos történet, ehhez bármi jó lett volna. Bármi működik. Áll egy ilyen felfújt sátor, borzasztóan ott van, leugrik a környezetről, semmi keresni való jött, nem érted, és úgy várod szabadon a T-rexeket meg a velociraptorokat benne, hogy legalább akkor már tényleg legyen valami. Évek hát óta nem, ott nem, áll. Nem, hogy T-rex nincs, be se mehetsz. És így mindig nagyon elmélkedsz, hogy mennyi minden lehetne, ez milyen jó kis hely. És úgy nem akar ez ott összejönni, nem tudom. Mi lett az, elefánt sétáltató? Vagy ilyen elefántok, zsiráfok, és akkor flóra, fauna, növények, minden? Hát nem, nem, minden, minden. Nem, hanem a régi Pannon tenger, és tehát hogy az ősidőkből, amit át lehet menteni. Tehát nem az afrikai elefánt, meg amit mi lett volna benne. Igen, igen, mert nagyot támúrnia az egykori főigazgató, úgy látszik. Hát aztán... Figyeld, visszatérve egyébként erre a vidámparkos témára, én amit nagyon élveztem, amit nagyon szeret, de a virág egyébként akárhányszor tudott volna menni rajta, ez az óriási hinta volt a Mátrában. A Mátraházán van egy ilyen kis park, és ott, és az rohadt jó volt. Az is egy ilyen klasszikus völgyhinta, de nem olyan írtozatosan nagy, de akkor is óriási élmény volt. Az nagyon tetszett. Tényleg ott is beülsz hanyat, szépen, és akkor emberünk ott áll előtted, így nézzátok, és akkor ja, ezek a swingek, ez, és igen. Akkor menj. Aha. Azok jók, hát az abból, azok jó. Igen. Az jó, az igen. Menő. Igen. Na jövünk mindjárt, gyerekek. 4 perc a pontosan, 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Kilenc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Cső. Drága hallgatóink. Csinálj csak, fizess ki a futárt. Mert a futárt ki kell fizetni. Csomagból jött Japánból? De mi kaptuk, csak te fizeted. És ki fizeted? Ki fizeted? Mi kaptunk. Ja, látom, az nem a te pénztárcád. Jó, akkor intézsz ide. A Zsülnek a teskébe talán. Azért mondom, hogy ki fizeted, mondom, ez nem te vagy. Ja, jó, mondom, látom, az nem a tiéd. Adásba kinyitjuk, hátha. Jó. Hátha bugyi. Hátha kiugrik. Hátha bugyi. Bugyit rendeltünk, nem? Nem tudom, mit rendeltünk. Japánóla. A bugyi automatákról szó volt, és arról, hogy igen, hívtunk egy hallgatónkat, aki kint él. Akkor az, hogy ő küldött nekünk valamit Japánból. Jaj, de jó. Az jó hír. Ahogy látom, Jani csillogó szemét, bugyi lesz. Igen. Ja, Istenem. Na látom ezt a csodás lombkoronás sétány, már látogatni se lehet, gyerekek. Képzeld el, lezárták. Most de fölháborítok. Hát nem menjél oda, ha nincs ott fa. De ha már van sétány. Hát nem sétálgatsz ott. Sétányért hagy menjünk oda. Nem sétálgatsz majd, ha lesz fa, sétálgatsz. Ja, most arra várnak, hogy jön a faszombat, akkor sétálgatsz. Favasárnap, faszombat. Ja, nem taposod le. A fát. Hát, igaza van. Hát, hadd nőjön meg, egy 30 évig lezárják, és utána lesz majd hozzá lombkorona sétány. Jó? És nagyon örülök, hogy a Jani most kiment fizetni, mert nincs, aki röhögjön ezen a híren, ugyanis, ha megsmájlizod a hírt, akkor kirúgnak az állásodból is, úgyhogy nagyon figyeljetek oda, vigyázzatok. Okay? Hogy ne rakjál smiley-t. Ne smiley-zzál, mert vége van a melódnak, már most ez is van, meg a lezárás. Gyerekek, én azt gondolom, hogy egyébként Nyírmáton falva soha nem tudott volna így felkerülni a térképre. Hát, így nagyon nem. Tehát is így... akar, de...
Lombkoron sétál, nincsen, nem sétálgatsz, magánterület. Mi lehet mondom, nem sétálgatsz. Mi lehet még a lezárás oka? Attól félnek, hogy friss ellopják. Igen, várjál, nézzük meg. Attól félnek, hogy ellopják és eltüzelik. Jó, kettő. Okay. Friss cserjéket telepítettek köré, hogy 10 év múlva legyen lombkorona. És nem? Akkor letapossa. Hogyan megy az ember nézni a nem létező lombkoronát, tehát letapossa a friss cserjéket, amiből majd megint nő valami. De szerintem azért ne ültessenek cserjéket, hogy utána ne lehessen látni tőlük a lombkorona sétát. Igen. Szilveszter nagyon jó tír, elfogyott a látvány. Egyébként ez egy jó megoldás. Ha nincs ott mit bámulni, nem mész oda. Értve vagyok? Nem bámulod. Na, nincs itt semmi látni, való taka van haza. Igen. Ugye most egy csomóan elindultak megnézni a lombkoronás sétán. Milyen ikonikus hely lett Magyarországon. Ez a nem létező lombok között, a puszta közepén egy lombkoronás sétány. És ugye megírták most már a lapok, hogy azt látod most ott, amikor oda mész, amikor elmész, ugye, hogy milyen, hát miket tudunk mi magyarok építeni. Tábla fogadja az odaérkezőket, magánterület illetéktelnek belépni tilos. Érted? De nem nézegeted ott a nem létező lombkoronás sétány, csak az nézegeti a nem létező lombkoronás sétányt, akinek van ott dolga, és az övé a terület. De várj, ez most nem közpénz, tehát ez magánterület? A terület magán, de a lombkoronás sétány az nem? Elveszíti. Akkor levegőből... Elveszíti közpénz jellegét? Elveszíti közpénz jellegét. Akkor ezt csak levegőből lehet megközelíteni? Tehát, hogyha mondjuk levegőből érkezem, a légtérből, mondjuk így lerakhatnak rá a földet, a földön... A földön nem, mert az magánterület, de erre ugorhat. Aha, de ráugorhatok, ja. Mondjuk. Aha, értem. Azt mondják, hogy egy katasztrófa turizmus, nem menjenek oda katasztrófáskodni. Ez amikor a World Trade Centerben mentél, és akkor ott építették az újat, nem menjél oda. Nem menjél oda. Kincs, ami nincs. Nem menjél oda, te nézelődni, jó? Nem sétálsz, dolgozol. Meg kárt teszel abba a drága sétányba. Összekoszolod, hát, fölmész a saras cipőddel. Nem. Igen. Magas az UV-sugárzás. Azt mondja, igen, hogy a vigyázzunk. Tehát most az van, hogy a nem létező lombkorona nem fogja meg az UV-sugárzást. Igen, ezért ne menjél oda, mert igen. Meg hát sokkal közelebb vagy a naphoz, és most gondold el, hogy egy csomó napkitörés van. Úristen, és ha ott égsz el a sétány tetején így egyszerűen... Köszönjük szépen a polgármester úrnak, hogy megvéd minket a napkitörésektől. Igen. Hát meg várják a faszállítót, ami most a faszombaton érkezik. Igen. Meg. Így van. Nagyon nagy adag faszállítmány érkezik a faszombaton. Most azt nem tudom egyébként pontosan, hogy az ilyen típusú fába mi költözik be jobban, a rövid faszú vagy a hosszú faszú? Hosszú. Szerintem a hosszú faszú. Hosszú faszú. Igen? Uh-huh. Igen. Mindegyik szú, nem, egyik szú se jó a fának. Uh-huh, uh-huh. Egyik szú se. De ugye a hosszú faszú a hossza miatt nagyobb kárt. Aha. Igen. És ugye beleszi magát. A rövid faszú, az is veszélyes. Hát de az a szú egyik szú se jó. Nem jó, de egyik az adott idő jó. Alatt a rövid faszú az kevesebb távolságot tesz meg. De jó. Így van. Érted ezért? És hogyha mondjuk, hogyha azért válik egyébként balesetveszélyessé, mert hogy annyira átrágta a faszú, akkor beleírják, hogy kurta faszú? Akkor szerintem így bele. Van. Akkor bele. Igen. Akkor uh-huh. Akkor beleírják, igen. Egy írja valaki, hogy hallott, és nagyon igaza van, hogy már palacsintát és limonádét kéne árulni a turistáknak. Nem is értem. De miért tiltják el oda az embereket? Hadd menjenek nézelődni. Hadd vegyenek palacsintát, hadd vegyenek meg. Hadd sétáljanak végezzen a lombkoron a sétányon, a másik oldalon meg vattacukor. Nem? Ringlis Péter, ekköré már lehetne egy csomó mindent szervezni. Pénz sok ingyen élő katasztrófa turista, érted, oda megy. Hát akkor legalább zabáltassuk meg őket. Figyelj, most tényleg én nem akarom lebecsülni vált, hogy mégiscsak a véreim arra fele laknak, tehát hogy innen származunk nagyjából, erről a környékről, Nyíradony innen csak egy köpésre van, de hogy Nyírmárton falváról egyébként kihallott a lombkoronás sétány előtt. Azt mondom, hogy felkerült. A nyíradcsádiak maximum. Tehát, hogy így, igen, álltok az, hogy nagyon sokan öngyilkosok akartak lenni, hogy leugornak onnan, és ezt nem hagyták, mert annyira túlságosan lelombozó a látvány. Ja, igen. Nagyon lelombozó a látvány, ezért sok lett az öngyilkos, igen. Akik leugrottak, mikor szembesültek azzal, hogy borzasztó lelombozó a látvány, mert nincs lombkorona, ezért igen. Levetették magukat a 3,5 méter magasságról, és hülyére törték magukat, van. Ezért lett magánterület. Még ha hülyére törték volna magukat, de hát annyira nem magas a lombkorona sétány, többen levetették róla magukat, de előtte gödröt ástak, hogy meg is üssék magukat. Tipikus magyar turizmus. Ilyen reklámot ki nem használni, pazarlás. Egyébként tényleg. Kiraknék oda egy WC-t, 300 forint per főáron, már azonnal. Vatacukoros, te, minden lehetne. Azonnal, nem? Már ott kint lenne egy pici ringlispil, pici körhinta, már egy lángosozó, már egy vattacukor, hát azonnal tudnád csinálni. Nem? Milyen, mit lehetne erre építeni? Nem? Egyébként azt nem tudom, tudtátok el, hogy egy közeli településen is nagyon komoly károkat okozott ez a rövid kis élőskedő. Igen, a kurtafaszú buzitán.
De mit csinálta? De a rövid faszú volt buzitán? Igen, hogy garázdálkodott nagyon. De a szú sok. Az most mindenhol van. Az írtja a Mátrát, a Börzsönyt, mindenhol. Igazni. És a rövid faszú eljutott buzitára. A kurta faszú buzitán is tombolt. Csinál. De tényleg. Hát akkor ez egy országos jelenség. Hát így van. És mi van, milyen környék van még buzita környékén? Tehát ott van buzita, mi van még? Vámospércs. Vámospércs, buzita. És buzitát is megtámadta a rövid faszú. Így van. Jézus, gyakorlatilag így van, lerohanta. Lehet, hogy a de ezt tudjátok, hogy az erdészek át, nem? De valószínűleg a buzitaiak vitték át, és azt mondták, hogy igen, nem csak itt szórakoztak velünk. Nem csak nekünk van faszunk, hanem ugye nektek is legyen. Nektek is legyen. Ez azért nagyon érdekes, mert ezt erdészek jelzik, hogy nagyon komoly a kár. Tehát nagyon komoly, ahogy igen. Egyébként a fenyveseket kiirtották, ez az a gomba, azért nincs már a Mátrában, hogy ott is a fenyvesek tűnnek el. De maga a szú, ugye, és az most mindegy, hogy rövid faszú vagy hosszú faszú, a maga a faszú is nagyon, nagyon durván írtja az erdőket. Lehet, hogy, de várj, akkor az nem lehet, hogy egyébként a faszú támadta meg a lombkoronát, és mire megépült a lombkorona, addigra a rövid faszú kiirtott a fát. Nem tudom. Nem, és ezért nem tudták, mire megépült a lombkorona sétány, már nem volt mit nézni. De várj, a sétányt meg nem támadta meg a rövid faszú. Csak nem tudom. De ebben ez nagyon igazad van, hogy az hogy csinálják, hogy a rövid faszú az kiírtja az összes fát, mert belemegy a kérgébe, elvágja a tápcsatornát, és elpusztulnak a fák. De hogy nem támadja meg egyébként magát a lombkoronát? A lombkoron sétányt? Tehát lefestették? Fogal az úr? Ja, egyébként ez azt simán megvédi? Lehet. Simán. És mit mondanak a buzitaiak? Nem tudom, mert most azt néztem egyébként, hogy lehetséges, hogy viszonylag nagy távolságra van, de arra gondoltam, hogy a kurtafasz az Bernát rész. Tehát, hogy vagy Fülöp, mert hogy itt van a közelben ugye Bernát rész, és hogy Bernát rész lehet a kurta faszú? Hát ez egy jó kérdés. Uh-huh. A fenyőben azt mondják, hogy aki ott a puha Bernátot, fa. Az írja már meg nekünk, legyen kedves, hogy ez hozzátartozik-e. De szerintem nem, mert rövidebb távolságról van szó, de légvonalban is nagyon közel van buzita. Ja, oké. Okay. Nem betett, gyerekek. Egyébként azt gondolom, hogy a magánterület, az magánterület. Nem mész oda. Ennyi, nem sétálsz. Nem lehet, ez nem azért elfogadod, ott van, megnézed a táblát, aztán nem. Hiszen hazamész, dolgozol. Aha. Lefekszel, fölkezd dolgozol. És az nem is sétálgatni te oda, ha az magánterület, érte vagyok? Így van, de az is tök érdekes, hogy milyen fából készült maga a sétány. Mit, erről te hallottál valamit? Hát pont ezt ne kéne csinál. Kideríteni, mert hogyha ha ugye ez egy viszonylag könnyűszerkezetes fa, tehát puha, akkor oda a puha faszú eszi be magát, de hogyha valami bükkbő, tehát kemény fá, akkor meg a kemény faszú. Ezek bükkbő, tehát ezek tartós fából, keményen, szerintem ezeket keményen fából. Jó, csak mert akkor ugye a kemény faszú ellen kell védekezni. Uh-huh. Azzal valami olyasmivel kell bekenni a sétányt. Amin a puha faszú. Így van. Nem arra megy, de tudja elfrágni magát. Elkanyarodik más irányba, például bélbagos felé. Bélbagosiak is. Van közel a bélbagosiak. Most izgulnak? Hát szerintem általában ezek a tehát ugye veszélyben vannak, tudjátok, hogyha ott van a közelben. Buszban. Egyébként írja valaki, hogy megy még arra 3-as metró, gyerekek, úgyhogy ne aggódjatok. Ja. Lesz az még valami. Várjatok 10 évet, és lesz ott fa. Jó? Nem kell mindent. Ne, telhetetlenek vagyunk mi magyarok. Lombkoron sétálj, meg lombi is. Gyerekek, mi kell mindig siránkozni. Mi kell mindig a rossz oldalát nézni mindennek. Mi vagyunk ennyire negatív, hogy tele van. Most már megvan a lombkoron sétálj. 10-15 év, és nő majd mellé egy cserjés. De annyira, nem tudom, olyan egy elcseszett nép vagyunk. Komolyan mondom. Na mi van a japán csomagban? Na, azt mondja, hogy megnéztem, hogy Kasugaiból érkezett, ami Aichi prefektúrában található. Aichi prefektúrában. Hát azért kaptunk ajándékot, gondolom, mert Aichi prefektúrából jön. Esz János küldte nekünk, azt nem tudom, hogy a vezetők nevén miért nem írta alá, de majd, ha kibontjuk a csomagot, megtudjuk. Kiderül. Na, azt mondja, hogy nézzük. Vámot, áfát fizette? Csak ilyen, nem tudom. Mennyi pénzt vették ki a Zsül pénztárcájába? 500 forintot. Volt annyi? Zsüléből, Annáiból, 700-at, Lacéból, 250. Tiédből egy tízest. Zsül megkérdezte volna végén, hallott? Volt annyi? Hol gyerekek, találtak? Ilyen szarul fizetünk, gyerekek, volt annyi? Infláció van, ha lehet. Infláció van. Hát az inkasszó sokat levisz. Azt a mindegy. Na mit kaptunk Japánból? Gyerekek. Kaja! Nem, hogy mit kaptunk Japánból, azt kérdeztem. Aichi prefektúra. Aichi prefektúra? Aszta! Figyelj, egy csomó snacket kaptunk. Ú, de jó! Mondasz valamit, kérlek. Hol a bugyi? Milyen bugyi? Ja, azt hitte, Jani azt hitte, arra várt, hogy kapunk bugyi automatából bugyit. Mert rá volt indulva, hogy kap bugyit. Levelet, jó snacket. Na, levelet. Levelet kaptunk live. Nézem. Hűha, hosszú. Kedves, oké? Okicsi, anyuké, akicsima, harabató, kamazakiba, akicsima, baszalenda, balamina. Kiokusinai. Zárom ezt, Jézus Isten. A legnagyobb beszélgetni. A legszarabb, jó. A legszarabb. Kiokusinkai,
Ez nagyon hosszú, ez a rohadt hosszú. Azt mondja, hogy jó. Folyamatosan követem a reggeli műsort, de sajnos nagyon ritkán tudom élőben hallgatni a munkám miatt. Leggyakrabban hallgatom vissza az adást. Nagyon örültem, hogy pár egy kérdezett japánról, illetve annak értetlen világról. Mi van benne a csomagban? Mit küld? És egy japán iskolában dolgozom. Jó, oké. Nagyon-nagyon aranyos vagy, és nagyon szépen köszönjük, bármit is küldtél. És egyébként ugye azokról a jelenségekről is ír, például a hikikomoriról, amiről mi is beszéltünk, ugye, hogy nagyon sokan kimenekülnek a japán. Azt mondja, hogy igen, köszönöm, levelem forró, aztán remélem tetszenek az ajándékok. Tetszenek! Nagyon tetszenek! Egy újonnan érkező diáknak az új osztályban szinte 100%-es van rá, hogy a többiek rász. Ez nem annyira vidám? Jó, oké. Nagyon szépen köszönjük. Iszonyú hosszú a levél, és nagyon kedves, hogy ez Jani, hogy elküldted ezt nekünk. Mit nem kaptunk? Ne, bontsuk fel, és random módon egyet bontsuk fel, és kóstoljuk meg. Nem néz ki jól. Úgy néz ki, mint a ilyen mézes kalács darabok lennének valamiben, vagy ilyen palacsinta tészta kicsit barnára sülve, és ez van benne valami nejlomban. De bírnám valami nagyon durva, ilyen japán cucc lenne. Egyet felbontuk, és random módon. Várj, ami a legdurvábban néz. Hú, nagyon jó. Van egy YouTube csatorna, ahol mindenféle külföldi ételeket esznek meg japán csajok, és megkóstolják a különböző nemzeti kajákat. Nagyon népszerű. Melyiket? Melyiket? Te vagy a felnőtt ember, vagy lassan 60 éves. Hát hozz egy komoly döntést. Szerintem meg tudsz csinálni. Na. Szerintem képes vagy rá, hogy hozol egy komoly döntést. Igen. Ez azt mondja, olvasd hogy el. Mandulás. Ja, de ne az bocs ki, amit tudunk, hát az mennyire komfortzónán belül mozogsz. Olyat bocs ki, amiről fingunk nincs, hogy mi. Ne legyél már, nem az, hogy mandulás sajt. Várj, a Fuji-sama. Hijimate. De ne az. Zsűk, kérlek, valamit bocs ki. Kettőnk között ez a különbség. Te megtaláltál olyat, amiben meg tudsz, legalább tudsz valamit azonosítani. A komfortzónán belül vagy. Olyat azonos, olyat bocs ki, amiről a leginkább fogalmad nincs, hogy mi az, és azt kóstoljuk meg. Az, hogy mandulás, pisztáciás valami, azt már tudjuk, hogy mi. Az jó. Felfoghatatlan gyerekek, japán betűk vannak rajta, írásjelek, egyáltalán nem ismerjük fel, hogy mi az. Fogalmunk sincs, hogy mi ez, megnézzük. Brutó 12 perc után kimondasz valamit, hogy ez mit szólsz, megkóstolunk, hogy nem akarod, hogy hagyjuk. Okay, na, jó, a nagy zacskóba, kis zacskó, hát ez a te napod, Jani. Ezek a japánok nagyon nem szórakoznak. Rettenetesen betegek, tehát az semmit is becsomagolják négy különböző csomagba. Nagy egyet, haver. Folyik a nyálom. Az nem azért, hát, az minden reggel folyik. Ez már közel az éjszak indulóan. És lenénult a fél arcon. Van, az már a tegnap éjszaka, és sztrókod a 16 Covid oltás után. Sitorio van bennünk. Sitorio Hanzo. A gyerekkoromban anyám nagyon sokat csinált. Na? Hát ez nem jó. Ez mi? Igen, kicsit csípős, szezám magos, ropiszerű valami. Mindezt egy kicsit ilyen fényel... Balázs nyúlt bele előttem. Étel fényel megszorva, és kicsit ihen félköríves, ilyen fura ropihoz hasonló valamilyen, ilyen nagyon műkaja. Borzasztó sok ételízesítővel, nátriumglutamáttal érzem rajta, és mindennel. Ezeket borzasztóan szeretik, igen. Műanyag, és valószínűleg a lejárati ideje ilyen 2600. 2600-ban, igen. Ez nem annyira jó. Sós ropi-szerű valami. Ez biztos, hogy ehető? Tehát jól csináljuk? Ezzel ők azt csinálják? Aha, nem. Fogadjátok sok szeretete ruhaillatosító. Most nézem. A japán ruhaillatosító, ha beteszitek a ruhátok közé, nagyon kellemes illat lesz. Így van. Egy darab moly se fog beleköltözni. Biztos, ha ebben áztatod. Biztos, hogy jóféle ilyen magyar, 2000 éves magyar mentalitásra be kell tömni a szánkba, és meg kell lenni. Bontsad a wasabi-sat, gyerünk. Bontsad a wasabi-sat, az sírjunk. Az az, kemények vagyunk. Gyerünk, az nem az zsűl, az nem wasabi is. Az, hogy hívják? Ez macsoteás, hogy hívják? Kitkat. Jó, oké, most azért hagyd bontsabál ki. Ezen gombák vannak. Tessék? Gombák vannak. Együnk gombák. Gomba? De milyen típusú? Nem tudom. Halózós vagy csiteke? Nem, mi az sem mindegy. És tudod, megennénk valami nagyon durvát. Betépünk. A levélben megtaláltuk, ez csak... Ezt nagyon óvatosan fogyasszátok. Figyeljetek, a papírdobozban van egy celofán. Nem normálisok a japánok, én mindig tudtam. Nagyon fura. A papírdoboz berakják egy celofánba, és a celofánt berakják egy kisebb celofánba. De egyébként ez is természetes, mert valójában ez a műanyagfán terem, a celofán. Figyelj. Nagyon-nagyon jó lesz, figyeljétek meg. Na, ebből is te eszed az elsőt. Ez mi, sose voltál még velem ilyen kedves, komolyan mondom. Azért, mert félek tőle. Feri? Ez mi? Ez is szar. Ne vedd már az egészet, vegyi belőle. Nem akartam nézni. Köszönjük szépen, eddig semmi nem volt jó. Tehát az van, hogy nem, semmi nem volt jó. Ezek gomba alakú, kicsi sok is sütik. Mindegyiknek gomba alakja van. Miért pont gomba? Mert ez a gomba. Jó, hogy nézek a labba. De várj, most olvasom a levelet.
Srácok, és egy utolsó, nem rossz a gomba szerz. Alakú csokoládét nagyon óvatosan egyétek, Hollandiából szereztük, megálltunk Hollandiába, visszafele Japánból, egy darab, 8 óra, nagyon durva trip. Csak óvatosan. Sós ropi a szára. Jézusom. Szalma helyek táncol előttem. De már be is ütött. Ez gyors volt. Hamar felszívódott. Ülj az arcú. Jó, kérdezzük, hogy ételhordót hoztál, haza tudod vinni. Összeöntöd az egybe, és ott tudod vinni. Jó. 700, csak olyat bontottam ki, ami undorítónak tűnik első látásra, többit félre csúsztattam. Igen, az már megvan, megy a kis szatyorba. Na jövő mindjárt, köszönjük az ajándékot, bárki küldte bármilyet, ha Jani. Egyáltalán nekünk jött. 3:30, itt vagyunk a hírek után. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Eszegeted, csipegeted a japán csemegéket? Japánból kaptunk egy csomagot, köszönjük szépen. Ilyen kis édességek, aranyos dolgok, cukiságok. Borzalmas személygyár. Tehát, hogy ez hihetetlen, miket megesznek. A papírdobozba becsomagolva a műanyag doboz, amely műanyag zacskót tartalmaz, amelyben van étel. Igen, 5 grammos ilyen falatkák, és mindegyik külön-külön van csomagolva. Az, hogy tudjátok, az antrax vírus is így jutottak el mindenhova ajándék formájában. Köszönjük. Igen, írja valaki, hihetetlen traumatizáltak, hogy még mindig gomba alakú csokoládét csinálnak egyébként. Szegények. Szegények, szegények, igen. Valaki megírta, hogy nő erre asszociált. Jani egyébként nagyon hosszú levelet írt. Ezért nem olvassuk be. Így van, pontosan, de természetesen el fogjuk majd olvasni. Na és nagyon szépen köszönjük, imádom. Nagyon drága egyébként. Jó, most 10 után leülünk és felolvasom a többieknek. Így is van. Dehogy is. Törökülésben leülünk hárman és felolvasom. És meghallgatjuk. Na gyerekek. A törököknél hogy hívják a törökülést? Magyar ülés. Igen, abszolút. Magyar itt voltak 150 évig, legalább hívják. Legalább hívják magyar ülésnek. Nem? Tehát, hogy legyen valami neve. Ő küldtek így, ez azért törökülés a törökülés? Igen. Ez biztos benne van a Tudtad-e rovat valamelyik könyvének valamelyik megjelenés, hogy miért törökülés a törökülés. Így neveztük el. Mert hogy a törökök küldtek így? Így van. Más se kaptunk tőlük. Bárki bármit mond. Nem nagyon? Hát, egy pár minaretet, dzsámit, stb., de úgy... Dzsánit is tőlük kaptuk. Dzsánit, persze. Ilyen jól megtanult magyarul. Én azt hittem olasz, a törököktől kaptuk a dzsánit. Szóval ez nagyon durva. Én azt hittem, hogy olasz. Azt mondja, hogy anyajágon majd csúsztatok volna. Az igen, azért már egyszer meggyőződésem volt, hogy olasz. Lehet, hogy az olasz meg keverem az olasz meg a törököt. Igen. Bár ők váltig állítják, hogy mi testvére vagyunk, tehát, hogy így vagy legalábbis én 10-valány éve, 5 éve voltam, 15 éve voltam Isztambulba, nagyon szerettek bennünket, hogy hú de magyar, és a közös szavak, 5 kicsi alma zsebedbe, meg mit, mindenki tudta ezeket a mondókákat. Hát igen, mi is nagyon hálásak lehetünk nekik. Jó, és ott a padlizsán. 700 mezővárosnak, falunak és településnek a felgyújtását, leigázását, lemészárlását, kirablását, legyalulását köszönjük. Rabszolgának a magyar gyerekek elhurcolását. Jani Csároknak, igen. A közös gyümölcsöző történelmi. Az egy vérzivaratoros időszak, gyerekek. Én azt nagyon szeretem így, meg szerettem tanulni, meg ugye az egészet szerettem róla. Tehát ez ugye Mátyás után már ugye Jagelló, és akkor a Mohácsi vész, 1541 ország három része szakadás, Buda ostrom, a Buda visszavétele, az már ugye később. 100 évvel vetett minket vissza így a fejlődés. Az egy nagyon izgalmas korszak. Igen. Az egy vérzivataros időszak a Magyarországnak. Kemény. Igen. De érdemes összehasonlítani mondjuk a népességi adatokat egymással, mondjuk Mátyás után közvetlenül, vagy Mátyás környékén, és azután kitakarodtak végre az országból, illetve nem kitakarodtak, hanem kiűztük őket. Gyakorlatilag egy ugrás? Nemzetközi összefogással, igen. Enyhe. Oké, gyerekek. Na, egy jó best of. Mutatjuk a best of-ot. Így van, mutatjuk a best of-ot. Protokoll szakértővel beszélgettünk 3. Károly közelgő május 6-ai koronázása kapcsán. Kati nagyon érdekes dolgokat mondott, és hát szájtátva hallgattuk a hagyományokat, a több száz éves hintót, amivel Károlyokat szállítják, a 800-900 éves koronázási ékszereket, a helyszínt, a Westminster apátságot, a népünnepét, a munkaszüneti napot, és mindazt, ami a britekre vár most ugye május 6-án, amikor 3 napos ünnepé veszi kezdetét, és Károly király lesz, ugye, Kamilla pedig királyné, és erről beszélgettünk. Nagyon
nagyon érdekes dolgokat mondott Kati, és vállalhatatlan más ajándékok jöttek szóba, szintén ezen téma kapcsán, amikor is ugye arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen főméltóságok mit visznek vajon Károlynak, ha nem is NASA ajándékba, de ajándékba, és hogy mi volt a legvállalhatatlanabb NASA ajándék, amit kaptunk, amit kaptatok. Hát gyerekek, szóval, hogy így azért 14-15 év rádiózás alatt azért sok értek bennünket. Látunk, hallottunk. Sok mindent látunk, hallottunk tőletek, de ma megint egy új fejezetet nyitottunk az emberi gyarlóság, spúrság, kicsinyesség rosszindulatúság, irigység tábláján felraktunk minden jelzőt. Egészen megdöbbentő SMS-ek jöttek. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. 6000 katona lesz ott, aki a parádét fogja adni utána, úgyhogy a légierőtől elkezdve a nemzetközösség minden egységéből kiválasztottak, ott lehetnek ezen, és hatalmas felvonulás lesz a koronázást követően, sőt szombati napon megérkezett Skóciából a végzett köve, amit a trónszék alá helyeznek, hiszen hagyományosan az angol királyokat erre a kőre felállva koronázták 800 évig. Nagyon sok apró elemből, részletből, hagyományból áll, ami nagyjából 800-900 éve változatlan, és ezek most is elemei lesznek a ceremóniának, úgyhogy hatalmas ünnepségre készül most Nagy-Britannia. Az a kő egyébként meglehetősen skótos az aranyhintóhoz képest. Nekem igen. Nagyon szimpatikus ez a minimál igen, dizájn. Igen, de már a hintó is nagyon durva, hogy 1762-ben készült ez a koronázási hintó, amivel mennek. Igen, ez az aranyhintó. A koronázás után illeti meg a királyi pár. Állítólag legendásan kényelmetlen, úgyhogy azért kellenek ezek a lovak, akiket már erre képeznek ki nagyon régóta, hogy egyszerre mozogjanak, hiszen hogyha valaki, melyik ló esetleg rosszul mozdul, akkor az úgy nagyon kényelmetlen és rángatja a hintót. Norfolk hercegi családnak 1986 óta a tisztsége, hogy megtervezze a koronázásokat és a királyi temetéseket. Nyilvánosságra került az, hogy ez a ceremónia jóval szerényebb lesz, mint második Erzsébeté. Van egy ilyen szokás, hogy munkaszüneti napot rendelnek el, és akkor mindenkinek jótékonykodnia kell, mindenkinek adni vacsorát, meg kiülnek enni, kajálni. Tehát ennek van egy ilyen nagyon fontos közösségformáló ereje is. Adnak egy munkaszüneti napot a briteknek, és mindenkinek kell jótékonykodni. Maga a koronázás az szombati napra esik, a hétfői nap pedig munkaszüneti nappá nyilvánított a harmadik Károly király. Ő rendelte, hogy mindenki lehetőség szerint valamilyen jótékonysági szervezethez csatlakozzon, vegyen részt az adományozásokban, vagy egyszerűen vigyen ebédet, rendezzen vacsorát olyanoknak, akik esetleg nem lehetnének szociális vagy anyagi helyzetük miatt részesei ennek az ünnepségnek. Azt tudjuk már, hogy Harry herceg részt vesz a Karcsinak a édesapjának, Károlynak a koronázását, de hogy ugye Meghan azt mondta, hogy ő nem megy el, mert a gyerekekre kell vigyázni, hogy ezt mennyire érezték így? Tényleg, igen, nem volt egy frája babysitter. Igen, sajnos nem sikerült senki találni, hogy ezt mennyire érték meg ilyen tapintatlanságnak, vagy mit ír erről a brit sajtó? Tekintetjük ezt Meghan részéről udvariasságnak is, ami persze kettős, hiszen a kétféle meghívót lehet kapni. A király parancsára történő meghívott Norfolk hercegén keresztül a király elvárja, elrendeli, megparancsolja, hogy ott legyen. Ilyet kapott a magyar köztársasági elnökasszony is. Illetve van egy másik típusú meghívó, meghívók örülnek, ha részt vesz az ember ezen a programon. Tehát ez a parancs típusú meghívót kapott a Harry herceg és felesége is, amit visszautasított igazából. Erre harmadik Károly király azt nyilatkozta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vesz részt rajta, de megérti természetesen. Éppen a gyerekek születésnapjára esik ez a koronázási időpont. Lehet udvariasságnak is tekinteni, hiszen azért erős média visszhangja van annak, hogy ezek a nyilatkozatok, a kilépésük, a családból való kilépésük, azért ott nagyon sok olyan típusú nyilatkozat született részükről, ami nem feltétlenül kedvező színben tünteti föl a leendő királyt és az egész királyi családot. Az ország uralkodójáról van szó, vagyis az alattvalókban, az ország lakos is váltott ki ellenérzést. Tehát ahogy a temetésen volt arra mód, hogy kifityülték őket, elképzelhető, hogy most is erősebb média visszhangot, figyelmet kaphatnának, és talán így nem vonja el a figyelmet. Jobb a gyerek születésnapján maradni. Ó, igen, igen, igen. Legdurvább NASA ajándékunk, nagy lagzit tartottunk, 180 fő, másnap bontogatjuk a feleségben a borítékot, az egyikben egy papírlap volt, egy Adi verssel. Na, hát az nem kell mindig jól járni. Ismerősöm apja egy zacskó chipset és egy tészta szűrőt adott NASA ajándékba, ehhez vágjál jó képet.
Az összefüggést nem látom a igen. kettő között. A chips és a chips és igen. Az öcsém és a barátnőre annyira skót, hogy borítékban kockás papírral kézzel írt szerelmi idézetek voltak, míg a menyecske táncra és ezzel készültek. 6 ilyen borítékot találtunk a tánc után, és a nász ajándékon felül. Ráadásul nagyon csúnyán írnak. Alig várom az esküvőket, hogy ezt a szép gesztust visszaadjuk. Ismerős elvitt egy kiló kristálycukrot az esküvőre, nász ajándékba, és azt mondta, annyi eurótok legyen, ahány szem cukor van. És most így unk. Egy kiló használt olajsütőt kaptunk nász ajándékba, úgyhogy el sem volt mosva. Hát kipróbálták, nem, hogy valami szart adjanak. Persze nem merték megmondani, hogy ki volt, csak betették az ajándékok közé. Gondold el. Hihetetlen. 10 darab 70 centi magas paradicsom karót anyósomtól, mondván jól jön majd a háztáiba. Magam csak annyit mondtam, hogy nálam is van egy karó. Ez majd a lágyodnak jól fog jönni. Kaparós sorséget kaptunk, ezt egyébként nagyon sokan írják, de várjál, lekaparva. Nem nyert. Nem kaparsz, majd én kaparok. Na, te van. Csak leellenőrzöd, hogy nyertél-e. Reménykedjél! Nász ajándékban az asszony keresztszüleitől egy egyszemélyes paplanhúzatot kaptunk. Úgyhogy még az ára is rajta Jézus. Volt. Nagyapámat rendszeresen vittem ide-oda a saját kocsijával, amit az eskü után bejelentette, hogy a bírságot kifizette, helyettem ez a nász ajándék. Sosem láttam természetesen a bírságpapírt. Esküvőn volt 2009. októberében, másnap ajándékbontás, egy üres borítékot kaptunk természetesen név nélkül. És kaptunk egy másik borítékot is, amiben egy darab papír zsebkendő volt. Ez is név nélkül. De ilyenkor ezt miért teszem? Mondjátok, miért teszel be egy üres borítékot? Miért nem teszel akkor semmit? Igen, tehát, vagy akkor nem menj el. Vagy akkor vagy nem mész el, vagy kimaradsz a közösbe berakásnál, úgyse veszik észre, hogy te most kimaradtál, vagy nem, és nem teszel semmit. Tehát az egy darab papír zsebkendő borítékban, az miért? Miért bántod meg őket? Akkor ne hagyd semmit. Férjem a nagyanyámtól kapott az esküvőre a saját anya sírjáról egy kinyomtatott, bekeretezett képet. Atya úristen. Szép kép a sírjára, rakjátok hálószobátokba. Én egy hamis 100 dollárost kaptam, amiből majdnem rendőrségi ügy lett, ugyanis kifizettem belőle a fotóst. Én kaptam az egyik rokontól egy borítékot, amiből a következő volt. Sajnos ez most nem nyert. Nem már. Jézus Mária gyerekek. Mennyire hajas rohadék. Jézus, atya úristen. Aposomtól kaptunk eljegyzésre egy tévét, majd utána minden hónapban hozta a törlesztő csekkét, hogy adjuk oda. Vertikülte nekünk. Nővéremtől elektromos kenyérvágó. Sárgulva az időtől keravil blokkal. Anyósomtól annó nász ajándéként Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című könyvét kaptam. Azért ennek van egy fontos üzenete. Bűn és bűnhődés, az anyóstól. Bűn és bűnhődés. Sogrom egy láda kőbányait adott, majd hozzátette, hogy üresen adjam vissza, mert vízre szeretné váltani. Nálunk Erdélyben az volt a hagyomány, hogy mikrofonba bemondták, hogy ki mennyi ajándékot, zárójelben pénzt adott ajándékba, az ifjú párnak, és elég gáz volt, hogy a keveset adtál. Tehát, hogy ott nem lehetett igen, üres borítékot. Igen, nem üres borítékot. Nincs benne semmi. Mi anyósométől egy mikrohullámú sütőt kaptunk, 6 darab csekkel, hogy fizessük ki. Ő ingyen hozta el nyugdíja a szelvényével a médiamárkból. Nagy tévé és a dobozban 12 havi részletet tartalmazó befizetésre váró csekk, gyerekek. Bevőr ezzel hagyjuk abba, ezzel adjuk meg a kilépőt. Lecsó kolbász újságpapírba tekerve. Meg vagy haver. Annak kösz. Van stílusa. Ez, itt van egy stílus. Jó lecsó. Meg vagy. Balázsék a Rádió Egyen. Na itt vagyunk, hát azért voltak megdöbbentő ajándékok. Az utánfutó használat benne volt, ezt nem is hallottam. Ja. Jani bátyád utánfutója bármikor. Jani bátyád, csak ha nem, akkor elmondom még egyszer, hát az egy örökérvényű felhasználás Jani bátyád utánfutójára, mint nász ajándék. A legjobb arc. Jani bátyám felajánlotta. Bármikor vihetitek bármire. Éjjel-nappal szóltok, előre jöttök, visztek. Azért az is nagyon kemény, igen. És nem kell érte fizetni. Na jól van, gyerekek. Akkor jók vagyunk? Jók vagyunk, szerintem. Jó. Egy naphali van, azt hello. Hívunk egy naphallgatóját, és nekivágunk ennek a szerdai napnak. Mármint úgy, hogy nem. Hát de. Hát de ez még csak nem. Most indul. De nem. Nem? Már most miért? Gondolom, hogy nem. Már 10 van, akkor most vágsz neki. Nem vág. Nem. Nem, én még nem csinálod? Ma kihagyod a szerdát? Ne, de folytatom. Jó, én már nekivágtam. Nem. De. Addig elmondom. Ha nem. 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 Nem akarja a naphallgató, pedig nagyon jót írt. Ő, ugye, ki hova szorult be, még ez is témánk volt ma reggel.
hogy a hullámvasút megállt, és hát nagyon SMS-ek jöttek. Én beszorultam egy inflációs pirába. Üdv Magyarország. Köszönjük szépen. Nagyon szellemes volt. Nem is régen írt nekünk Magyarország SMS, de most végre megkérdeztetett el Magyarországnak. Magyarországnak van garantált ajándéka? Van Magyarországnak? Nem, van Magyarországnak egy ajándéka, figyelj. Gratulálunk. Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag. Szerinted örül Magyarország? Mint egy falat kenyér. Fogyaszt egészséggel. Rizses. Kedves Magyarország. Nagyon örülünk, hogy írtál nekünk. És hát vidd az ajándékot. Ilyen. Egy Rájszáp ajándékcsomag Magyarország. De hogyha megadod a címedet, kiküldjük. Abszolút így van. Nagyon szerintem. Fontos. Jó, csak így hogy van. Írd rá, hogy csak vedd fel a telefont, ugye Andának. Írd rá, hogy melyik medence. Például, mit tudom, Kárpát. Írd rá. Azt segít nekünk, hogy megnézzük, akkor ki tudjuk küldeni. Jó. Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor indul a kitelepülésünk. 15-én indul a kitelepülésünk. Sopron, Zalaegerszeg, Szekszárd, Eger és Miskolc. Ezek lesznek a helyszínek. Az nagyon komoly. Az és hát reggel vagyunk 6 és 10 között, jó? És mindenhol a szokott helyszínen, ahol szoktunk lenni. Igen, de a konkrét helyszíneket meg fogjátok találni egyrészt a Balázsék Facebook oldalon, másrészt a Rádió 1 Facebook oldalon, meg másrészt szerintem a Balázsék, ja, olyan nincs, a, mondjuk a Rádió 1 Instagram oldalon. Hát meg a mi oldalunkon, gyerekek, mindenhova kiteszik majd. Fogjuk, meg egyébként lesz promóció is, majd rádión keresztül is, nyilván audio, nem vizuális. Köszönjük, János! Oké, gyerekek, hát akkor megvagyunk máram. Jó sűrű adás volt, volt itt minden. Elfáradtam kicsit a végére, de rendben volt. Úgyhogy megvagyunk. Holnap jöttök, jövő még? Nézzünk, persze, hát persze. Ilyen hétkezdés, ugye? Gyerekek, ez, hogy holnap csütörtök, ez egészen elviselhető. Nem? Ez egészen jó. Minden, ez a háromnapos ünnep azért ez nagyon megy, vagy ez a háromnapos hétvége, ez lassan azért így elkezdhetnénk erre átállni. Nem? Aha, hétfőn jó. Otthon még, vagy hétfő, pénteken pihi, már. Hétfő pihi, és akkor így. Így nyomjuk. Egyel addig egy Mitsubishit. Ettem egy Takajimát. Az nagyon finom volt. De még szerintem nyomok egy Nakajimát. Aha, de nem fog meg szatózni, szerinted? Hát szerintem az Takuma Szató. Jaj, igen. Ne szatózz meg. Mindegy, valami dobja be azért rá. Valami. Jó. Jó? Jó. Egy okay. Fujikirit. Bedvedok, Fujikirit. Én mindezt szerintem már rendben, ittam rá egy Maigerit, úgyhogy... Nem, egy uramavasi geri volt. Mindenképpen, mindegy. Egy kizemicukit majd azért csak így, hogy leülj. Cukrot nem eszem, köszönöm. Ja, mondjuk igazad van. Cukrot nem, cuki, nem, abban édes van, nem, kizemicuki, abban valószínűleg van cukor, azt nem. Az, a kizemicuki, az sajnos ilyen. Nem, rosszak a fogaim is. Mindegy, tehát akkor egy gyakucukival szerintem. Az a cukormentes. Hízlal? De mit? Ja, jakucuki, tehát hogy cukor nélkül. Hát most mondja, nem hízlal. Cukormentes, jakucuki. Jakucuki. Tehát hogy cukormentes. Igen, azért. Nincs cukor, jaku. Jaku, naku, niku, naku, jaku. Jaku, pontosan. Jó, értjük mi ezt. Jó, oké. Akkor arigato... Okinawa. Nagasaki. De prostok vagyunk, úristen. Ja. A legprostabb dolog. Japán köszönjön szavakat mondani, és úgy sem, te tudnál japánul. Miért jó ez még mindig 45 évesen? Ez miért működik még mindig? Miért fog ez 60 évesen is működni, jó, hogy hülye japán szavakat sorolsz, és eljátszod, hogy tudsz japánul? Mert miért jó még mindig nagyon kellemetlenek tartja, csak mi nem miért azért? Miért jó még mindig nagyon infantilisnek lenni? Miért mindig a leghülyebb poén, még mindig a mi generációnak a legjobb poén? Miért? Miért fog kihalni ez a 20 évesekkel? Mert úgy látom, hogy kihal. Uh-huh. Ők csak azt mondják, hogy jaj. Jaj. És megértem, hogy jaj, nekik ez már jó. Nem, azt a korunkbeliek mondják. Így van. Nem, ez egy 20 évesnek már, úristen, de boomer poénok. Jó, figyelj, egy japán rádió műsorban ez egy átlagos elköszönés, egy híró, sima. Hátja úristen. Na jó, ti akartátok, gyerekek, erről most ti tettek, de jöjjünk holnap is, úgyhogy magatokra vessetek, ti vagytok ennyire erőszakosak, hogy jöjjünk, úgyhogy gyerünk, na, akkor bejöjjünk. Nem tudunk elmenni, akkor bejöjjünk holnap is. Jó, puszi, cső, szevasztok. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel!